Hi, hello mindenki. A Bob Jack-tek csatája 140 versus 430 szú. Tegnap megnéztük az IS-7 versus Object 277 leszámolást, most pedig meglessük, hogy 430 szú vagy 140. 140 vagy 430 szú. A kettő tankot hát igazából eléggé fullos legénységgel használom, ha jól látom, akkor mind a kettő legénység legalább ilyen 5-6 skilles legénység rendelkezik, szóval mind a két tank eléggé szépen fel van szerelve. Ez igazából van rá minden, tehát annyira nem kell belemennem szerintem. Bia, minden legénységi tagon, javítás, átszázás. Ez egy eléggé kis fullos legénység mind a kettő, én nagyon nem is tudnék ebbe belemenni. És akkor itt van 430 legénysége. Szintén rendkívül jól képzettek, ahogy elnézem, van rajtuk minden, amire szükség van. Szóval a legénység az közel megegyezik a kettő tankon. Ami eltérés, hogy még a 430-val egy kicsit muszáj építenem a sebességre, szóval használok rajta a turbót, addig a 140-nél maradunk a hagyományos ventilátor, töltés, V-stop megoldásnál. A field modok azok mind a kettő tanknál eléggé hitványul néznek ki. Ugye nyilván azért egy tank és egy másik tank között, amelyik rendelkezik field modokkal, a különbség az elképesztően nagy. De olyan tankaszámolást csinálunk, ahol mind a kettő tank szinte filmodok nélkül száll harcba. Jól van, tudom, hogy ennél a 430-nál el van érve az első szint, de ez olyan sokat nem számít. És a lőszerek. Ugye a 430-nak az alaplövedékét szerintem meglehetősen ritkán kell majd használnom, elsősorban tényleg olyan helyzetekben, amikor a fedezéken keresztül kell küldni egy célpontot, rá kell mennünk az overmatchre, vagy bármi hasonló. Egyébként a 430 szó inkább arra épít, hogy lassabban lősz vele brutálisan nagyokat. Igazából maga a játéksílusa olyan, mint a 113-asnak, szóval ha valaki korábban ezt követte, akkor nagyjából tudhatja, hogy a 113-mal én hogy játszottam, a 140 pedig ugye a tipikus szovjet tank stílus, ami inkább arra épít, hogy rendkívül gyorsan lője vele kisebbeket. Egyébként az APCR ennél a tanknál nem csak arra kell, hogy fedezékek mögött egy célpontot elvessünk, vagy ha kell, akkor overmatchünk célpontokat, hanem arra is ideális választás lehet. Hogyha mondjuk világ végén van egy EBR 105, vagy bármilyen gyorsabban mozgó tank, akkor APCR-ral sokkal könnyebb eltalálni a célpontot, mint ugye hírlövedékkel. Nagyjából ez minden. A bannolt a mappokat illetően úgy döntöttem, hogy Safe Haven-t továbbra is tiltjuk. Bár mondjuk ezzel a kettő medel egyébként talán Safe Haven működhetne. És még Ledger-t szeretném tiltani. Nem tudom, annyi béna csatám volt, konkrétan ilyen mém kategória Ledger-en, hogy inkább tiltom. Jól van, szerintem nincs más hátra, mint előre. Nézzük meg, hogy ezzel a kettő meddel a játék hogy megy. Közben kérdés Balitól, még VPN-t használod? Hát egyiket sem, nekem szerencsére jól működik minden. Egyébként nekem ugye az ExitLag-gal van partnerségem, szóval egyenlőre nőket tudnám ajánlani. Azzaljuk van egyébként ilyen külön meghívó kódom 20% kedvezménnyel, és tudom, hogy megértem korábban, hogy előkotrom, de még nem tettem meg. Tényleg chat, kérdés, 140 vagy 430, melyik elkezdjek? Ugye a koncepció megint az lesz, hogy egy csata ezzel a tankkal, egy csata a másikkal. De a kérdésem az, hogy melyik tankkal kezdjek, melyik tetszettek jobban, vagy melyikkel látnátok hamarabb csatát. Csak a csetre beírva legendő, ezt így megírja nekem. Hát, Bali, utána kell néznem. Szia, Quartark.
Hát a külszinte ezzel az exit lock kérdéssel nem igazán foglalkoztam. 430-ú, 430-ú, 140, 140, elég égel, 430-ú, 140, 430-ú, 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 430, 140, 140, talán egy kicsivel, mint a több lenne a 430-ún. Legyen 430-ú akkor ugye elsőre. Jó van, akkor egy csak ezzel a tankkal, egy meg a másikkal kíváncsi vagyok. Előjáróban, amúgy azt tudnénk, hogy a 430-ot a Wargaming nerfelte néhány évvel ezelőtt, és azóta már nem annyira OP, mint korábban. Régebben simán azt mondtam volna, hogy a 430-ú az jobb mindenben, mint a 140, viszont húha, nevetek, bajban vagyok. Úgy emlékszem, hogy ilyen 320 kötőjel 330 mm vastag páncélzatról nerfelték a kettő kupolát ilyen 180 kötőjel, 100, bocs, 280, 290 környékére. Ez lényegében egyébként azt akarja, hogy még korábban volt esély arra is, hogy esetleg hírlövedékkel, 330 millis hírlövedékkel lepattanja 430 tornyáról, pontosabban kupolájáról, addig prémlőszerre most már viszonylag fixen be lehet verni gyenge pontján. Discordomból létrehozok egy ilyen szobát. Korábban volt is ilyen lag szoba. Szerintem még ezt megcsinálom. Elő kell kotornom, mert mondom, nekem van valami partnerségem az exit laggal, csak nem igazán foglalkoztam vele, mert volt egy időszak, amikor a játék úgy nagyjából megjavult, és akkor így senkit nem érdekelt ez az egész VPN kérdéskör. És akkor úgy döntöttem, hogy inkább elengedem a dolgot. Hát nem volt belőhetetlen, azért azt nem mondanám, hogy nem lehetett belülni a kupolájánál, inkább úgy fogalmaznék, hogy eléggé erős volt a kupolája. Mondjuk ilyen kisebb tankokkal, ha így próbálkoztál egy 430-ú ellen, mondjuk ilyen 9-es tankokkal szemben, az a kupola az 10x10 volt. Hát igen, egyébként a Gundep hiánya miatt én is gondolkozom, hogy lehet nem kéne eljönnöm erre a területre. Ugyanakkor mindenképpen szeretnék harcolni. Ajajaj, igen, hát ennek így ebben a formában nem lesz értelme, hogy kihívjam az AMX-M4-et, úgy közben egy TNH meg ugye a másik oldalról próbál engem széjjel lőrözgetni. A probléma egyik forrása, hogy nekünk nem igazán van Gundeppel rendelkező tankunk erre a területre. Az 50B meg még toronypáncélzattal sem rendelkezik. Ami egy régi komoly problémának számít. Nem tudok egyszerűen ott a másik oldalon mit csinálni. Egész egyszerűen nem működik semmi, hiába is próbálkozom. Azért arra kíváncsi lennék, hogy vajon milyen tank spottolt fel. Oh, és eltaláltuk, menő. Jó van. Hát bízom benne, hogy Mário megpróbál elmenekülni, akkor talán még egyszer el lehet lőni. Ne, és meglökött az 50B, annyira felesleges volt, haver. Mindegy, megpróbálunk az alsó karéjon kicsit támadni. Egy kis szexi FTD. Elváltunk repesz rombolóra. Beleverünk annyit, amennyit belevernénk AP-val. Jó, mindegy, tök mindegy igazából. Visszaváltunk AP-ra. Elviszik az FTD-t. Ah, ez trükkös célpont. Ah, hello clicker. Jól van, de van még ott valami. Egyébként a Leon kívül egy T-62-vel. Ja, igen, esetleg kérdés, hogy miért nem a T-62-ával nézzük meg a objecteket, majd ez később megtörténet, most még nem akarom ezt megnézni. Meg azért ugye a T-62-vel esetében, ugye azt lehet tudni, hogy a T-62-vel nem számít a legerősebb közepes tankok egyikének, szóval
Most ha csinálnék egy siantank a számolást, abban mi lenne az izgalmas, ugye? Tért van kettő áról, mindenki tudja, hogy viszonylag gyenget annak számít. Még azért egy 140-nél, 430-nál ezt eldönteni sokkal nehezebb. Ugye, van ez a felezék, oda el kell mi mozognunk, amint kivégezzük a kettő tüzért. Jó, nézzük a repeszt. Oké. Nem, megérdemeltem, jól van? Maradjunk annyiban, hogy megérdemeltem. Nem tudom, mit csinálok amúgy. Maradjunk annyiban, jól van, hogy megérdemeltem, ezt nagyon elrontottam. Nem is értem, hogy lehet elmisszelni egy tüzért. Jó, az én hibám volt, ezt nem láttátok. Uraim, ezt kérem, felejtsék el. Hiszem azok közben az M4, az Eskong. A sebzésem ami eléggé kevés. Szóval mondom, most megint van ilyen lag probléma. Mondjuk januárban, ez meg decemberben, ez érdekes, bár mondjuk azt megértem, hogy talán ugye most ebben az időszakban többen vannak otthon. Amúgy valószínűleg az van, hogy amikor sokan vannak otthon, ugye ez a nagy probléma a lag kapcsán, meg a ping kapcsán, ez valamikor a pandémia idején jött elő. Akkor volt ez probléma, hogy nagyon sokan laggoltak, meg szenvedtek ezzel. Na igen, tért van kettő ára, a turbo az mindenféleképpen kell. De mindegy, a későbbiekben még meg lehet nézni azt, hogy érted, tért van kettő a versus 430 szó, tért van kettő a versus 140. Ezeket majd végzangarázzuk a későbbiekben. A 430 szóval ez egy gyenge kezdés volt összességében, ez a meglátásom. Azért én mind a kettő tankkal szeretnék egy viszonylag magasabb átlagot produkálni, meglátjuk, hogy ez milyen szinten lesz működőképes taktika meg elképzelés. Na jó, itt azért az ellenfélnél vannak tankok, tehát vannak ilyen hitvány tankok, mint a Type 5 Heavy, de vannak ilyen OP dögök, mint a 259 Early meg a Chieftain. Igen, mondjuk a 430 versus 121-ben lenne is valami elszinten reáció. Szia Lori, így van. Ennyi. Ennyi az OP garázs. Mi a rossz, hogy érzi magát az ember ilyenkor, amikor vége a karácsonynak? Ugye nekünk még a karácsonyfánk az fent van, de szépen lassan, nem is tudom, le kell majd szednem. Kell majd adnom a fát, meg ilyenek. Annyira nincs hozzákedve az ember, aki a rossz érzést tudjátok. Szóval önmagában ezt a karácsony végét, hát amúgy nehéz feldolgozni, tényleg olyan rossz érzés az embernek, hogy eddig kajált, el volt, semmi dolga nem volt az életben, most meg ugye mindennek vége. Szóval, ja, a január az ilyen szempontból nekem sosem van a kedvenc hónapom. Na, hogy talán le lehetne kupolázni a vézeteki szerencsével. 2.79 őrre gondolta, úgyhogy akkor büntessük meg a Bobjectet. Na igen, viszont ugye a tért van 2-án, csupán egy darab kupolája van. Abban a szempontból talán könnyebb játszani. A tért van 2-ával, ilyen Haldan pozíciókat. Van egy kupolád és ez minden. Ó, Róka 1978. A magyar játékossal van dolgunk, hogy vagyok urak. Bejön az ST2, de alig ha tudok erre reagálni bármit. Én furán mozog a célkeresztem, nem akarta levinni a célkeresztet a 259-re. Ami kicsit furán vette ki magát. Nincs az ellenfélnek védő tankja ott a szélső területeken. Be kéne flankelnünk az ST2-t, meg a 259-et a másik oldalról.
Gondolom, én nagyon sajnálom ilyen szempontból, hogy vége a karácsony ünnepeknek. Amilyen mondom, olyan tök rossz érzés, szerintem jövőre megpróbálom majd a fát feldíszíteni kicsit korábban. Na, a kicsit korábban az, hát nem tudom, ilyen december eleje vagy ilyesmi. Önérzésem lenne tőle, mint ha kicsit tovább kitartana vagy ilyesmi. De jó, mindegy, próbáljuk meg. Egyébként egy 430-val például egy ilyen manőver végrehajtása sokkal egyszerűbb. A Bobjectet, az a 13-105 simán képes penetrálni. Egy 430-val már bajban lenne. Maradt még amúgy egy lövedéke elvileg, ha csak nem rontott el, vagy ilyesmi. Mindenképpen muszáj voltam rámenni, tehát nem ilyen a statpadderkedés, de muszáj voltam rámenni erre a 13-105-re. Különben kitáraz, miközben rá akarok menni a medekre, mármint inkább heavy tankokra. A leutót hagyjuk, de nem a legfontosabb célpont. Flicker, kihúzod a gyufát. Most akartam mondani, hogy a Clickert már játékban hagyjuk, de ezek után meg fogom gondolni. Na jó, kicsit toljuk neki. Wow. 1300 HP-t bukott el a papa, ilyen gyorsan, az kemény, az nem semmi. Nem nagyon van információm arról, hogy vajon az a 60 TP már előtte magát. Galaktika. Harcol az FATD ellen, ha jól látom. Hát akkor maradt a Leo, mert maradtak a klikkerek. Szia, Adam. Hát figyeljetek, ebben a körben amúgy a 140 eléggé menőnek tűnt. Egyrésztről nem kellett magamat annyira megrőltetnem, másrésztről tényleg úgy éreztem, hogy azért ennek a talannak van egy eléggé komoly ereje. Ebben a csatában főként. Hát nem tudom, hogy hol lennék én klikkerrel. Szerintem az A0-ában már nincs több klikker. Szerintem a másik klikker az valahol errefelé lehet. Még talán ide szoktak beállni, nem is tudom pontosan. Oh. Hello, baby. Hát akkor G to the G. Amúgy én a Wargaming helyében egy kicsit megpróbálnám megnövelni ezeket a kerítéseket, vagy nem is ezeket a falakat. Nekem például itt Berlin térképen rendszeresen vannak olyan csapattársaim, amelyek, vagy akik úgy érzik, hogy le akarnak zuhanni. Vagy csinálnék egy olyat, hogyha már mindenképpen oda lezuhansz, akkor legalább arra adjon esélyt a játék, hogy ki tudj kecmeregni ebből a pozícióból. De azt hiszem, az mindenképpen egy fontos dolog lenne. Na, jó van, hát eddig jobban megy a 140-nel, de ez még csak egy karika volt. Leopard 1-jel tankra számolást. A Leopard 1 az melyik tank ellen mehetne? Régebben volt talán egyébként az E50M ellen ilyen tankra számolásom. Leopard 1 versus E50M, viszont akkor még ugye a régi Leopard 1-et néztük meg, nem a Belbuffort verziót. Szia, Reese! Figyelj már, Reese, te nem a Terminátorból vagy a Reese? Reese Connor, azt hiszem. Ez volt a neve a fő karakternek. Megnézzük jobb oldalt amúgy.
El tudnék menni talán a jobb oldalra. Nem Reese Connor volt John Connor apja. Lehet, hogy valamit amúgy keverek. Amúgy ez a 3D skin egy viszonylag új skin a játékban. A 8-as Battle Pass-szel jött be, meg a volt ez a Warhammer megoldás. Shield van 3, aha. Érdekes egyébként, hogy azt hasonlítjátok. Amúgy megnézhetjük, nincsenek semmi akadálya. Hát ez a Reim, bocs, ez a Panzerwagen, ez így hal, kapja hal. Hát nem férünk el, hogy bár tűnik. Amúgy néha el szoktam követni ezt a hibát, hogy alapvetően nem igazán férek el a többiektől, a csapattársaktól. Viszont mindenképpen meg szeretném próbálni a támadást, vagy csak így kinézni az ellenfél tankira. És ez valami olyan dolog, amit általában el szoktam követni, mint hiba. Nagyon, nagyon bemozgok, szükségesnél jobban. Ez egy viszonylag gyakoribb hiba a részemről. Látom, hogy nincs helyem. Látom, hogy igazából nem nagyon tudok a helyzettel mit kezdeni. Ettől függetlenül mégis bemozok és megpróbálok lőni az ellenfél járműveire. Hát figyeljetek, meg kéne próbálni elvinni az IS-4-et, azt gondolom, hogy nem nagyon van okom bénázni vele szemben. Kicsit gyorsabban betölt, mint én, viszont talán lehet flankelni és is lehet intézni. Király. Innentől kezdődően a támadása az necces, viszont talán nem figyel ránk az a CS, igazából ülen itt az ellenfél. Nem figyel ránk, és fel lehet mozogni mögötte, az nekünk amúgy hatalmas fegyvertény lehet hosszú távon. Hát szerencse volt, hogy nem velünk foglalkozott. Ő löveg az eléggé pontatlan. Mármint hatalmas mázra, hogy eltalálom a célpontokat, de amúgy érezhetően eléggé pontatlan a löveg. Ez egy komoly hiba a részemről. Abban bízom, hogy hát ha hit lövedékkel lő, és akkor ő is a lánctalpamba lő egy nullást, ahogy én tettem neki. Igazán lőhetnék amúgy AP-val. Na jó. Az a baj, hogy elképesztően pörgősök a csatáim a 430-val. Nincs ezzel semmi gond. Nem gondolom egyébként, hogy még lövés fel lehet venni a Minotauróval szemben, de harcoljunk. Ja, turbókör. Nem volt 4 perces sem ez a karika. Hát ez para. De figyeljetek, legalább a 140-nel, vagy bocs, nagyon 140-nel, a 430-val ebben a körben tudtam működni. TD leszámolás. Hát, lehetséges. Nem mondom, van a név. Oké, okay, gotcha, gotcha. Szia, Mila. Körülbelül annyi, igen, Mila. Vagy bocs, Béla. Igen, körülbelül 10-10 karika, ha. Mindenképpen szeretnék egy viszonylag komolyabb csataszámmal zárni. Szerintem az fontos lenne. Ja igen, amikor még ugye rendelkezett a Type 5 Heavy ezzel az elképesztően brutálisan magas alfával rendelkező löveggel. 1100 alfája volt talán, ilyen 95 mm per környéke, és valahogy beütött, igen. Hát előfordulhat, World of Tanks szól igazából, bármi is megtörténhet. Aztán gondolkozom, hogy egy dombot amúgy megpróbálhatnék. Erről az oldalról még lenne is értelme a dombnak. Ez megint más kérdés, hogy vajon mennyire akarnak agresszívan ránk jönni, kívni bennünket. Viszont rengeteg meddel megyünk a dombra, szóval talán fel lehet menni.
Mindjárt meglátjuk. A dombon lesz egy komoly harc. Hát az már kb. Most biztos, hogy a dombon lesz egy igazán komoly harc. Jó, hát mindenki is engem akart ellőni. Nem akarnak feljönni a többiek, ez para. Csapat. Rablógyilkos. E50. Hát GG. GG, well played, baby. Amúgy nem meglepő, hogy nem mennek az emberek játszani ebben a játékban. Tehát nem csodálkozom, vagy ilyesmi. Gondoltam, hogy nem fognak feljönni. De azt, amikor láttam, hogy mégis csak erre jönnek, akkor úgy voltam veled, na akkor mégis csak feljönnek. Erre a csével a srác szerintem leesett a dombról. Az elfenem az megállt. Eléggé szomorú. Te vagy Dwayne, aha. Aha, értem. Az úgy már egészen más. Hát nem tudom, nekem egyébként, nem akarok szemét lenni, de szerintem Millának, mint parancsnok, nem igazán vannak olyan elképesztően mega epic beszúlásai. De ez csak az én meglátásom. Jó, mindegy, szinte megoldják a többiek a bal oldalt. Hello. Még mindig látlak, E50, csak mondom, hogy még mindig látlak téged. Ha, érdekes. Amúgy figyelj már, a Centurion Action X ment ki a bal oldalra. Az eléggé különös. Kicsit bevárjuk hát, ha az E50 úgy érzi, vissza akar húzódni. Az IS-3 az amúgy eléggé bátran tolja neki. Arra csak kíváncsi lennék, hogy ő mitől ilyen bátor. Nem tudom, hogy az IS-3-ának egyébként mi a terve. Már ha van neki egyáltalán bármilyen terve. De most őszintén, ő mit csinál? Ők mit csinálnak? Árni, IS-3A, ti mit műveltek? Ha? Srácok, ti mit műveltek? Na jó. Menjünk bent ebbe akkor. Hát ez egész elképesztő amúgy, konkrétan zseniális, amit művelnek. Próbál talán menekülni. Nem tudom, mi a terve. Ez a királyték is az eléggé kira. Oh, hello, baby. Szóval működik a páncélzat. Mondjuk ez nem egy rossz dolog. Mindig menő, ha a páncélzat működik. Egy táras francia nehéz tank bukkant fel előttünk, uraim. Hát ez nem is velem foglalkozik. Hogy az Iron Arnival szeretne számolni a Dighty Grinch. Hát Arni, sajnálom. Ez egy
Nagyon perkes lóról, hogy elnéztem. Hello. De jó, így viszont arra a Sumoára, meg arra a TVPTD-re feltehetően nem kellene kitámadnunk. Lenne elnéznék amúgy az 1-es-2-es felé. Ott nem igazán mentek előre a tankok, viszont vannak tankink, szóval meg lehet próbálkozni egy ilyennel. Talán ebben a körben lesz időm játszani a játékkal. Mindjárt meglátjuk. Az a meglátás, hogy valahol a környéken kell lennie egy LC Even 90-nek. Valószínűleg a felspottolta az LC 1390-et, ugye a 13-at meglőtték, nem tudjuk, hogy honnan. És valószínűleg azért állt vissza a 1390, de valahol kell lennie egy spotter tanknak. Nem baj, szépen óvatosan megtoljuk. TVP-re AP30-re lehet számítani. Az iszú feltehetően ott kempelget, szóval abban semmi extra vagy különleges nincs. Szia Attila! Az a meglátásom, hogy ezek a csapattársak jönni fognak, csak kell nekik valaki, aki mutatja az utat. Hát arra muszáj számítani, hogy a háttérben ott az ISZU 152. Ha meg lenne, akkor a roncsát lehetne használni a TVP-vel szemben. Úgy láttam, hogy a TVP-nk az így kapta halt. Ajaj. Hát ez annyira nem menő. A VZ az elment a pozícióból, szól a TVP rám jöhet. Az EC azt mondta nekem, hogy egy bot játékos vagyok. Akkor nézzük a Bobjectet. Pontosabban nézzük akkor a 140-et. Sajnálom, amúgy itt ebben a csatában a Gundep hiánya az eléggé durván kiütközött. Mászor nem meglepő egyébként, hogy elveszítettük a csatát. Önmagában az a tény, hogy Mászor csapattársak nem mernek a dombon harcolni. Én nem is értem. Ez elvileg az új CV-tank egyébként, szuper tesszel játszik vele. Kemény 500-as átlagsebzéssel. De például nem tudom, hogy ez a srác, hogy szupertester. 67 csatával, közel nincs a játékhoz, az új CV tankot tolta. A 116 F3-mal, közel nincs a játékhoz. Na jó. Vissza 140-re. Amúgy itt tényleg meglepő az, hogy a 430-val a Gundep hiánya az mennyire érezhetően hátránynak számít. Tehát ott azt hiszem kétszer elmisztettem a TVP-t, mert nem volt hozzá Gundepen, meg az első lövéssel várom kellett hosszú másodperceken keresztül, hogy eltaláhassam, szóval meglepő, hogy ez a Gundep hiány milyen szinten számít. Szia Jani! Illetve hello mindenkinek az éli adásban. Hát figyelj, viszont az ellenfélnek felment Béla, tehát az ellenfél viszont nem szaragurított, ők viszont felmentek és meg is nyerték a csatát, szóval nekem ebből egyébként személy szerint az jön, hogy a domb megéri Mineson.
És látod egyébként a sebzésekből, hogy nem mentek többre azzal, hogy nem a dombon harcoltak. Mert összességében igazából eléggé megszívták. Haver. Azt hiszem a búdét ezt lehet rombolni. Kritikus nulla. Komolyan, ha? Holy crap. Azért őszinte leszek, azt gondoltam, ez a pozíció egy kicsit jobban fog működni. Na, ez nem is rossz. Amúgy meg nem várom, ameddig az az AMX-M4 úgy dönt, hogy lő egyet. Az M103 a háttérből a totál eltűnt. Most ezek a TD-k konkrétan olyan szinten akarnak játszani a játékkal, hogy... hogy ők ott beálltak, és ha betámadjuk őket, akkor ránk látnak. Ha nem támadjuk be őket, akkor meg semmi nem történik. Az hitlövedék volt, és nem tudtam penetrálni. Az AMX-M 4-et oldalról, az igen. Az 10 per 10, baszki. Igazán férek hozzá az ellenfél az ilyen szinten. A Wargaming meghirdette a lehetőséget arra, hogy jelentkezhesse a szuperteszerek csapatába. Volt ilyen minimális követelmény hozzá, szóval igazából semmi extrát nem kellett nyújtani. Én is cikkeztem róla, meg minden. Ugye az emberek így nem hallottak róla. Én is rengeteg cikket írtam arról, hogyan lehet jelentkezni szupertesternek, stb. Próbáltam promózni a dolgot, aztán még így is nagyon sokan vannak, akik nem tudják, ami tök furcsa. Hát ez kemény volt. Igen, ez 140 veszélyes, hát nem tud intézni bennünket, vagy nem lát ránk, vagy valami. Most szerintem az a ház kitakart engem 140 elől. Nem tudok mást elképzelni, tehát én nagyon rossz pozícióban voltam, viszont ide valamilyen szinten beragadtam, tehát... Most így ebben a formában nekem egy kicsit para. Nem, most szerintem az eléggé gáz, hogy valaki leszupertester ilyen 44%-os győzelmi arányjal, meg úgy, hogy 500-at sem az átlagban az új tankkal, meg ilyesmi. És őszintén olyan teszteled az új tankot, ha konkrétan tier 10-ben nem vagy képes sebezni ezret. Azt jelenti, hogy nem tudsz mondani, hogy kettőt sem egy csatában. Nincs sem bajom azzal, valaki nem a legjobb játékos, de legyen olyan szupertester, nem? Aki legalább egy ilyen minimálisan tud játszani a játék. Nem azt mondom, legyen unikum játékos, de mondjuk azért egy 10-es tankkal olyan 2000 sebzést lőjön már meg. Még az sem OP, az is egy átlag teljesítmény, de annyi szerintem kellene a szupertesternek, hogy ennyit tudjon. Jani, nagyon szépen köszönöm a Centurion tagságot neked. Arigato, tankesőn.
track az amúgy elképesztően jól jött most nekem. Mindenki ugye a VT-t akarja majd lőni, tehát nekem az a track az annyira 10/10 volt. Mióta vége van ennek a Holiday Ops-nak, így januártól kezdődően úgy tűnik, hogy maradtak a régi játékosok, és annyira turbó csata van, hogy ez nem igaz. De most tényleg az a játékos, akit előbb néztünk, hogy van 500 sebzése az új 10-es kínai nehéz tankkal, egy szévény remény tankkal. Azért nem ár. Az elképesztően kevésnek számít. Hát nem lett a legópébb kör. Ez a srác, ami valamit tudott, ő amúgy jól csinálta, amit csinált. Hogy állunk eddig egyébként? Uha, nagyon hitvány eddig a teljesítményem mind a kettő tankkal. De örülnék annak, hogyha lenne időm játszani a játékkal, tehát nem ilyen 5 perces meccsim lennének. World of Tanks, nem akarsz ezzel valamit kezdeni? Hát, figyelj, most a klán abba adják az emberek. Nem tudom, hogy ez valóban azt jelenti-e, hogy a Wargaming törölte a játékot. Szia, Ferenc! Nem tudom, az, hogy egy klánból mondjuk többen abba hagyják a játékot, azt jelenti-e, hogy akkor a Wargaming tönkretette a játékot. Mint a 8-as SH-ban BZ-vel tolják. Lehet amúgy azért, mert a BZ az egy viszonylag jobb ellenszere a Jetterinóknak. Szia, Zolika! De elképzelhető, hogy azért, mert ugye korábban a projektók azok uralták a metát TR8-SH-ban. És most egész egyszerűen a BZ-176 arra egy komoly ellenszernek számít. Szia Jankó vagy Ben, vagy nem is tudom, hogy hívjalak. Minden nap 18 órától szokott peregni az élőadás, kivéve csütörtökönként. Amúgy jobb lenne ott játszani, ahol az E50 van, az komoly. Az komoly, hogy mennyire nem tudtuk felszpottolni a támadókat, csak ilyen későn. Az elég komoly. De ilyen volt amúgy már az SH már egy ideje, egyébként belegondolsz. Régebben is nem volt projektúr vagy boroskólád akkor TR8 SH-ban. Nem igazán volt esélyed. Ja igen, a sorsolások kapcsán, ezen a héten pontosabban... Ezen a héten? Hát, ja, ezen a héten. Ki lesznek sor? Nem, inkább jövő héten. Ja, jövő héten. Várj, elmondok majd mindent, az a lényeg, hogy... A következő kb. 1,5-2 hétben lesz sorsolva összesen 31 ezer arany az élőadások alatt. Ugye korábban beszéltük, hogy lesz egy szponzorunk januárban, és holnap elmondok mindent erről, illetve holnap már lesznek erről social media posztok, stb. A háttérben van valami OP tank. Talán egy 430-szú. Úgy kell elképzelni egyébként, hogy ugye lesz ez a játék, egy ilyen mobil játék, el kell élni a level 10-et benne. És arra gondoltam, hogy 3500 goldot adok fixen, amikor mondjuk megvan a 150 letöltés, a 100 letöltés, meg a 200 letöltés. Ezen kívül pedig annyi goldot, hogy egyrésztről a Terminator csomagokat átvehesd, illetve
Ugye a főnyeremény az lesz, hogy a T-832-est meg tud szerezni tulajdonképpen ingyen. Szerintem eltaláltam a gyenge pontján, végre valahára. Jaja, a 430 szó próbálkozott ilyen erőteljesen. Hát ez jó. Ott a 430 szó, de nem látom. Ez jó. Ez vicces. Na végre. Látjuk, hogy hol van. Akkor menjünk rá. Hát azt még nem mondom meg, amúgy már elmondtam tegnap, amúgy elmondom akkor inkább, mert egyszer elmondtam, akkor semmi értelem titkolózni, szóval Hero Wars. Ne, előbb lögdösölt, mint az állat, most meg nem mernek támadni, a hihető amúgy. Ja, ha közben kiszedték őket, akkor nem mondtam semmit. Fúli gyorsan intéztük őket. Megint nincs idő egyszerűen játszani a játékkal. Wargaming, fixad a játékodat, kérlek. Szóval, ja, Hero Wars. De majd holnap mondok mindent, amit tudni kell erről. Ugye holnaptól tudom majd promózni, szóval holnaptól fogom mondani a részleteket. Persze az előző csatában találkoztam vele Attila, de Mindszor, ha visszatekered az élőadást, akkor és a Mindsz csatát megnézed, akkor találkoztam vele. Ez... Pedig szerintem én minden megteszek annak érdekében, hogy tudjak haladni a csatában, meg legyen sebzésem, meg harcoljak, szóval szerintem nem is játszom passzívan egyáltalán, és van 2600-am. Idegesítő egy kicsit. Korábban TI-8-SH-ba IS-3-at, nem tudom, amikor mi azzal próbálkoztunk, hogy IS-3-at behozunk, akkor azzal nem igazán értünk el semmit. 3000 sebzéssel én voltam az egyik legópébb. Ez érdekes. Na jó, van, ennek a körnek OP-nak kell lennie. Ez a kérdező boldal, ennek a körnek 10/10-nek kell lennie. Hát figyelj, Ben, én nem tudom, hogy mik vannak. Egyébként a kezdő játékosnak a Panther M10 azt hiszem elképesztően megéri. Hát vatta, nekem is ez a helyzet, hogy én is próbálkoztam ugye a nagy profilon, szerintem egy ilyen 100 próbálkozásom volt, vagy talán még annál is több, és nem adta meg a tankot valamiért. Szóval, ja, eléggé különös az, hogy működik a játék.
Ráadásul úgy tudom, hogy már lehet is tudni egyébként az új CV kampánynak a dátumát. Olyan 13. vagy 14. környékén kezdődik. És ugye 2 héten keresztül fog tartani. Ez a 140 erre a pozícióra annyira baba. Hát ez körül mellé ment. Nem baj. Megedemeltem, túl agresszív voltam. Halihóranálta. Bocs, február, következő hónap, elnézést, félrebeszéltem. Következő hónap, februárban lesz a CV kampány. Vézétől valamilyen szinten tartok. Rá akarok menni arra a TVP-re is most már. Ó, oh, akkor inkább mégsem. Hát ez nem működik annyira. Az épvíz olyan könnyen lecsúszik az ellenfél védelméről. Tudom, hogy hülyeség kicsit, majd a hülyeség a hitespen mellni az 50 B torony páncélzatára, de szeretném beütni. Nagyon helyezi a cheese jót amúgy a srác. Amúgy support. Azt akarom mondani nekem játék, hogy az 50 B-t nem volt képes senki ellőni a csapatból. Van valaki szerintem. Dölt a fa, nem hiszem, hogy magától. Jettóm az a gar felé amúgy. Meg kell próbálnom kimozogni ebből a pozícióból. ...13-150 még itt a környékem. Meghaltam. Talán mégsem. Jó, hát nekem innen el kell mennem, valahogy kell jutnom ebből a pozícióból. Nem igazán van ötletem, szóval rámegyünk erre a 13-ra. Jó, hát itt nem volt igazából mit tenni. Amúgy, hölgyek urak, ha egy szuper konferorral toljátok, légy szíves, menjetek már el a nehéz oldalra, könyörgöm. Annak, hogy egy eszponkkal eljöttök erre az oldalra, annak semmi értelme. Egy STB-vel simán lehet játszani ezen a ponton szintén. Szerintem ezek a tankjénk ott vannak, ahol lenniük kell, ez a kör über brutál meg OP-letet volna. De konkrétan feladtuk a nehéz oldalt és nem volt map control a másikon, szóval ez így tök szívás. Szia Zsolt! Tökre sajnálom ezt a kört, pedig nekem ez eléggé jól ment. Mondjuk, ha nem vettem volna fel a lövést az S100-tól, meg mondjuk még az 50B nem lett volna ilyen mega kupola sniper, lehet, hogy jobban jön ki a lépés. Mert ugye nagyon kapzsi voltam, az S100-tól felvettem egy lövést feleslegesen. Meg amikor figyeltétek, akkor ugye próbáltam Haldenból küzdeni az 50B ellen, az 50B valahogy ellőtte a kupolámat, tehát egy ilyen sniper volt. Kupla sniper volt.
Átnézzünk az A1-be azonnal, padlógázzal. Esetleg, nem tudom, annál tudnék körülni, ha valamilyen formában a Wargaming lehetővé tenné, hogy a 283-at meg tudjam vásárolni, vagy bárkinek már korábban volt erre lehetőség, hogy próbálhassa. Meg tudja vásárolni, és mondjuk kap rá, nem tudom, 50% kedvezményt, vagy ilyesmi. Azt nem mondom a kedvenc tankom, de örülnék annak, ha lehetőségem lenne megszerezni a járművet. Kicsit veszélyes az elején. Talán nem tudom, projektú, ami időben felért oda. Ó, E50-em. Jó, mindegy. Rendben vagyunk egyébként. Legalább egyszer előtte magát. Ó, Istenem! Hát ez nem igaz. Mi van ezekkel az emberekkel? Hogy lehetnek ezek ilyen mega epic kupola sniperek most őszintén? Szia, Kristóf. Melyikre gondolsz? Ouch. Amúgy talán a tüzére előhetni a V55-ast. De kijött. Jól van, oké, jól van. Hát ez kegyetlen volt. STA T92V-ke, nem ezek közül szerintem amúgy egyiket sem érné meg megszerezni, egyiket sem tudnám ajánlani. Hogy nem lehet előn rendesen ez a század, ha? Csak nem fog rám kinézni, vagy de. Úristen. Úgy, miért akarnak az emberek engem ilyen szinten betámadni ezen a ponton? Most őszintén, miért ilyen fontos nekik ez a 430 szó? Az a baj, szerintem én többet bukhatok ezen, mint az ellenséges 430 szó. Mivel én 0 HP-n vagyok, nekem még körülbelül 500 HP-je van. Nem tetszik, hogy ennyire passzívak a mögöttem lévő tankok. De hogy nem lehet bejutni a 60 TP, most őszintén játék. Lőttem a hasremezére, és egyszerűen nem adta be a lövést, ha? Miért? Miért nem? Az a baj, hogy neki ugye ez a jobb oldalsó kupolája lenne a gyenge pont. Jó, ő is előtt, oké, hát akkor GG. Nem tudom, ez a pozíció eléggé hatékony, de nem tudom, annyira megkupoláznak, amikor eljövök erre a részére a térképnek, hogy ez elképesztő. Mindig csak a kupolázás, uraim.
Hát igen. Hogyha a Super Conqueror aktívan játszott volna. Hogy egyébként 140-nel elkezdett valamilyen szinten rendeződni a DPG kérdése. De még mindig elmarad attól a szinttől, amit ezzel a meddel szeretnék hozni. Még amúgy néhány olyan karika, mint az a Pervuran játszott kör, és akkor azt mondom, hogy nagyjából rendben vagyunk. Amúgy én azt gondoltam, hogy ezért a 283-ra valami olyan mechanikát ezért csak berak a Wargaming, hogy mondjuk nem tudom, ha próbálkozol 50-szer, vagy valami, akkor megadja véglegesen a tankot. Szerintem egy ilyesmi azért belefért volna. Mert ez ebben a formában szerintem baromi kevés volt. Én is próbálkoztam kb. 100 alkalommal a terminállal, hogy kinyissam a tankot és megkaptam hány próbálkozásra is? 20-ra vagy 25 csatára összesen. Amiből mondjuk a 11 csatát lejátszottam, mert hát próbálgattam a tankot. Leo egy bébi. Juha. Uraim. Kérem, nyugodjunk le. Uraim. Fuck. What? De várjál, most amúgy az létezik, hogy konkrétan a csapattársaim azok úgy nem akarnak bejönni? Na ne! Csapat. Jaj, ez így parod, ilyen sok HP-t elveszítettem ilyen gyorsan. Ezt nem gondoltam, hogy be akar rohanni egy táros nehéz tank. Jól, én nem láttam jönni. Az egy meglepő fordulat volt, maradjunk annyiban. Az ember számít erre meg arra, de azért ilyen menő dolgokról, hogy így fogja a srác és így konkrétan a minden, a semmi közepén átrohan, hogy engem kitárazhasson, azért ilyen lépésekre így én legalábbis nem számítottam. Az a baj, megint egy turbókarika. Egyszerűen minden csata 5 perc. De miért? Wargaming, fixáld a játékodat! Nézd meg, ebben a körben eltelt 3 perc, és már konkrétan az ellenfélnek esélye nincs. Hát ez brutális. Ez egész egyszerűen brutális. Valamiért arra számítok, hogy ott a Skoda, majd ha a VZ lő még egyet, akkor kijön és akkor megpróbál kitárazni. Persze, lehetséges, hogy tévedek. Mondjuk, ha én Skodával tolnám, azért valami ilyesmit csak bepróbálnék.
Mondjuk annak is gondolkozhatnék, hogy mi történik akkor, hogyha az a Skoda úgy dönt, hogy innen ránk flankel. Igazából még el is van némi esély. Fogadjunk, innen fogja tolni Rowagent, hogy és mozgás közben valahogy beüt majd bennünket. Annyira életlen ez fog történni. És átment a másik oldalra, az igen. De ki is lőttük azonnal. Ez a csata! Hát akkor... kemény 4 perc, 30 másodperc, hát GG. GG. Nektek milyen a mai nap egyébként? Nektek is ennyire pörgősök a mérkőzések, vagy csak nekem vannak ilyen 5 perces Rowagen mérkőzésén pedig? Olyan tankokkal játszom, teszem hozzá, amikkel amúgy lehetne tartani a lépést egy ilyen turbó csatában is akár. Az egyes szerver, az EU1. És olyan meccsén vannak, amiket egyszerűen nem akarok elhinni. Hát ez tök szívás. Amikor hogy elnézve a matchmakinget, például ilyen tankokkal el tudom képzelni, hogy valóban pörgősök a csaták. Nézd meg az ellenfél, ilyen DPM bestiákkal rendelkezik, van 4 darab eszmunk az ellenfélnél. Hát Béla, te egy szerencsés ember vagy. Béla, jelenleg te vagy az egyetlen ember a chaten, aki azt mondta nekem, hogy rendes meccsei vannak a mai napon. Te egy szerencsés, egy elképesztően szerencsés ember vagy. Arra gondoltam, hogy talán hírlövedékkel az eszkonkor lehet farmolgatni a tornyukon. Beadná a lövést arra a kupolára, akkor talán el lehetne lőni őket. Persze, ilyen távolságból ez nem annyira egyszerű, mint amilyennek tűnik. Grille, légy szíves, te is lőd a vézét. És még mindig nem spottoltak fel. Amúgy baromi kíváncsi lennék arra, hogy vajon ő mit gondolt. Szent atya, tejfi, aha, szóval magyarok tolják az eszkonkkal. Nem bízom benne, hogy nem stream sniperek. Hát az mázli volt. Összejött egy pixel lövés az ilyes sétre. Hatalmas mázli. Itt van tejfi. Az a kis kupola, látjátok azt a pixel, amit célzok? Ha ott el tudnám lőni. Shit. Hát, Szent Atya leég, úgy tűnik. Kapja hal. Ha egy kicsit fentebb lőném el, akkor már ugye a kupolába a lövedékben beakadni, és akkor be tudnám ütni. Beütöttem a torony és a test között. Hát hiába célzok a kupolára, a lövedék úgy gondolja, hogy ő másra akar becsapódni. Hát jó. Ezt jól csinálja, mert ha megemeli a testét, akkor már
Nem igazán van rálátás ugye a gyenge pontjára, tehát ez egy okos lépés a részéről, feltéve, hogyha a Sritz ezt okosan csinálja, meg szándékosan csinálja. Csak megnézném, hogy azzal a Leo, ami a helyzet. Talán ki lehetne hívni, vagy ilyesmi. Hát nem tudom, lehet, hogy a 780-nal alapból passzívabban játszol, vagy valami, és akkor így, nem tudom, több időd van emiatt a játékra. Kíváncsi lennék arra, hogy ennek olyan mi az oka. Ezt tényleg így van, akkor szeretném tudni, hogy vajon miért. A Conqueror GC az ott van pontosan a Leon mögött, gondolom ezért támogatja ilyen mértékben. Egyébként a track sem olyan rossz, meg úgy tűnik, hogy harcolni akarnak, ami igazából nekünk 10/10. Hát igen, amúgy kb. Bárhol büthettem volna, szerintem csak a játék nem akarja az igazat. A Leo az visszament kempelgetni. Nem olyan meglepő. Amúgy a Stritzet igazán lőhetné valamelyik csapattársam, Clicker vagy valaki. Ha jobban megnézzük, akkor a nyíleterepen van. Az a betarti, mondom bal kész felől. Még mindig van az ellenfelén egy full HP-n lévő eszkónk. Csak úgy mondom. Csak úgy mondom. Leo az meg, hát az meg oda visszament, vagy egész oda visszament, ki tudja. Ki tudja, hogy hol lehet. A szobokra meg lehet próbálni a vakon ellőni, 2-3-szor. Jó. Na mindegy, pedig ez amúgy nem volt olyan rossz kombináció. A gondolom az egyébként, hogy milyen gyorsak a csatáid, függ valamilyen szinten a reputation-től. Nyilván beadja neked a jó pályákat, például Cudzienket, ahol van időre játszani, az egészen más, mint kapsz egy Mainzt például. Amúgy be kéne adni a lövést arra a kupolára. Végre! Köszönöm, Wargaming! Mindig jobb nézni, hogy más szemvel takarítógép. Ez biztos. Mindig jobb azt nézni, hogy a másik szenved. Ez egy aranyszabály. Ó, várjál, mert kettő leopárd van az ellenfél, ezt most nézem. Ez eddig valahogy fel sem tűnt. Az LBR középről valószínű. Leopárd! Ah, oké. Okay. Mondjuk szeretném tudni, hogy vajon miért ilyen passzívak a heavy tankjaink. Azt, hogy nem mernek betámadni ilyen 0 HP-n lévő medeket, az eléggé különös. De most őszintén, ez a Centurion Action X-et miért nem merik betámadni? Gyerünk, srácok! Meg kell tennetek! Let's go, baby! Kicsit balaggoltam, nem tudom, ezt éreztétek-e.
full HP-n lévő eszkonk, mi? Az ellenfélnél. Nagyon beállt védekezni. Na jó. Maradjunk itt. Ah, LOGC. Ott meg egy EBR. A GC-t játékban hagyjuk, az EBR az szintén fontosabb lehet, vertéve ha el lehet találni. Hú, de béna vagyok. Dini, nagyon szépen köszönöm neked a La Centurion tagságot, nagyon szépen köszi. Üdv a dobok között. Úgyhogy ezt AP-ből lövöm, akkor szintén beütöttem volna. Sajnálom, hogy ebben a körben úgy alapvetően volt időm sebezni, és mégis ilyen 4000-rel zárta, ami nem a legjobb. Na, még egyszer Dini, szépen köszönöm a La Centurion tagságot. Danke, danke, danke schön. Na jó. Akkor 140. Nem tudom úgy. Valahogy most ezzel a 430 szóval meg ezzel a 140-nál szerintem közel sem hozom ki a maximumot a csatákból. Szóval szerintem összességében kevés az, amit eddig nyújtok velük. De ez a baj, hogy nyilván van egy-két hiba, például volt ez a hiba a 430-val, amit elkövettem Ghost Town-on. De a legtöbb esetben egész egyszerűen úgy érzem, hogy túl gyorsak a csaták, és még ezekkel a medekkel sem igazán van időm úgy igazán beleszólni a harcokba. 5 percem van, és 5 perc alatt vagy tudok sebezni, vagy megszívtam. Konkrétan erről van szó. Szeretnék elnézni amúgy ide, a dühöngőbe. Ilyen Barnabás, nekem a mod 1-es eléggé bejövős. Itt van velem közben Tájfi meg Szentatya. Ők voltak ugye az előző körben ellenem eszkonkokkal. Én szeretem a mod 1-et. Annyi, hogy ugye jobb a védelme, mint egy Type 9-esnek, viszont nem limites. Szóval szerintem a Tier 4-es formogatásra nem a legalkalmasabb, mivel szerintem azzal a meddel, főleg ugye Tier 10-ben muszáj vagy spammelni a goldot. A gold spam egyenlő jó kör, viszont kevés kredit, úgy arányaiban. Szóval nem tudom, ha formolni akarsz, arra a limites volt miatt például a kötvényet vehető T34-3 lehet, hogy jobb választásnak számít. De ez csak egy meglátás. Técsibe. Hello, Técsibe. Egy ilyes sét, aminek éppenséggel még működik is a páncélzat, ami. Ritka az ilyen. Ó,
Nos, mindenki rám van kattanva, tehát jó lehet, hogyha többiek tudnak figyelni egy kicsit a másik oldalon. Például ezen a ponton lőni oldalba az E3-at, az egy nagyon, de nagyon okos döntés lenne. Ez a kis plusz gandep, amivel rendelkezik. 140 elképesztően sokat számít, az a meglátásom. Ah, és ez most komoly. Nem tudok elvinni egy 260-at, mert a játék azt mondja, hogy no. Úristen. Úristen. Ah. Amúgy biztos, hogy másképpen érződik, vagy kevésbé érződik hatékonynak sok tank ugye a filmodok nélkül. És ezen a 140-en mi ugye nem rendelkezem rendes filmodokkal, ami tud, hogy számít valamit. Ah, jó, mindegy, ezt inkább is kommentálom. Ez egy szörnyű kör volt. Fú, ezt én elrontottam. Arra a grillére valamit nem is számítottam. Le akartam formolni őket, be akartam vinni a sebzést, és nem jött össze. Az esti egy királytank. Legalábbis régebben az volt, régebben kimondottan ajánlottannak számított. Amúgy a 140-nel meg a 430-val kapcsolatban én úgy érzem, ez a Gundep hiány, ez most eléggé hátráltatja őket. Mármint úgy értem, hogy én most én hozzászoktam szerintem ahhoz, hogy olyan tankokkal játszom, amik rendelkeznek Gundeppel, és amikkel ugye nem probléma az, hogy agresszívan bemész és harcolsz. De most mind a 140-nel, mind a 430-val azért érezhetően hátrány az, hogy egyszerűen a lövegsvédés az nem 10/10. Az a meccs még eléggé különös, engem kérdeztek. De mint úgy láttam, ez a matchmaking szerintem nem 10/10-es matchmaking a közepestek számára. Rengeteg tüzér, rengeteg light tank, nem tudom. Igen, de azokkal valahogy nem tudom, ott a páncélzat, meg a tűzerő, nem tudom, azokkal valahogy úgy jobban kijött a lépés. Uha. A zsettó a háttérben. Örülnék annak amúgy, hogyha az EBR nem pont ott akarna kinézni, ahol én vagyok, mert így igazából most fel kell vennem egy lövést attól a 140-től. Vagy talán mégsem. Nyilván a tüzér az pont engem figyel, nyilván nincs jobb dolga, mint engem figyelni. Ah, 13, 105! Előtt, what the heck, baby? Valaki trekkelni? Hm? Hol vannak ilyenkor a tankjaink? Mit csinál a világ végén? A 140 például, vagy a tért van kettővel pontosabban, elmegy, elmenekül innen. Miért nem szeretnek az emberek itt a városban amúgy játszani? Mi a baja az embereknek a várossal, ha? Hát figyelj, amúgy, ha lenne egy olyan equipment, ami a Gundepen növelne, az szerintem meta lenne. Tehát az olyan lenne konkrétan most ebben a metában, mint egy turbó, meg egy HP booster. Szóval szerintem roppant fontos lenne. Nem már, és ott volt valami fedezék, aha. Hát a szívás vereség Westfielden. Holy crap, baby. És ott pont van fedezék amúgy a 100 mielőtt, szóval
Hát ő szerencsés ember. És erre mit lehet mondani? A városból tudnák lőni amúgy, most pont úgy hihezkedik, a városból tiszta célpont lehetne. 140 konkrétan levédi az egész oldalt. Hát ami nevetséges ez a rész itt, meg ez az egész csata. Így ebben a formában. Azt nézem, hogy a kupolán lőtt el. 13, amúgy. A városból lőtt rám, ugye? 13, 90, vagy 13, 105. De mindig vannak egyébként ellenséges medek, amiket nem spottoltunk fel, 907. Ott V55-ös valahol, nehéz tankkal, nem tudom, hogy hol. Ajajaj. Hát kapott egyet. Az Alnix. Mondjuk ez még önmagában talán kevés. Az EBR a városból mi? Hát ez annyira hitvány ez a Ruinberg itt a med sor környéken mostanság, legalábbis nekem. Az igazak megvolva, amúgy menekülni kéne. De konkrétan az ellenséges EBR miatt nem lehet. Mi mindig van amúgy farmspottoltál a 907-es meg V55-ös az ellenfélnél. Nem tudok menekülni addig, ameddig az EBR középen bent áll a városban. Simán felszpottól nehezzel próbálkoznék. Pedig nem lenne rossz, ha vissza tudnék állni valahogy védekezni. Az annyira kéne. What? Na jó, várjál. Ez mondjuk így. Egy fokkal más történet. Megpróbál visszaállni. Hát ha ez a projektó nem akar felszpottolni azonnal bennünket. Eddig korrekt. Eddig jók vagyunk. Igen, a 200 ládát tudtam kinyitni, amit streameltem, és így van, ahogy mondod. 907-ese az ellenfélnek, tolja a betonkempet a K0-ban. Hát az hatalmas mázli. Gondolj bele, az a 907 bejött volna a kisvárosnál támadni. Hú, hát az kegyetlen lett volna. Hatalmas mázli, hogy a srác ilyen passzív játékos. Beteg állatság, hogy mennyi full HP-n lévő tankunk a városban. Rengeteg. Konkrétan így minden városban lévő tankunk 100%-on van, meg ilyesmi. Mi a fele? Mind a két tüzér ott van egy veterepen. Na, hagyjál már békén. Állatság, én mondom nektek. Thank you.
Ajaj. Azt hittem, hogy el fog lőni. Jó van. Na, akkor nézzük meg a kidencelszetet, én azt mondom nektek. Úristen. Visszaállt védekezni. Szóval tud mozogni a térképen, értem. Amúgy azon gondolkoztam, még lehet ez a 907 arra játszik, hogy eléggé passzív ahhoz, hogy valóban a medert lőhessen. Hát barna. Nehéz illáthatatlanban bármit mondani, de hogyha van időd pénteken, valamelyik pénteken, 17 órától szoktam ilyen coachingot tartani a Discordon. Ezen a pénteken még üres a hely, szóval tudsz jönni, ha szeretnél. Megnézzük, hogy játszol, mi az, amit hozzá tudok fűzni ehhez. Illáthatatlanban nehéz erre mit mondani. Nagyon sok mindent mondhatnék, és igazából nem tudom addig, ameddig nem látom, hogy játszol. Vézi, ugyan már. Mit csinál a 907? Hát nem mindig kettő tankkal megyek, ugye ezek ilyen különleges élő adások arról szólnak, hogy tankra számolást csinálok a kettő tankkal. Ilyen 10-10 csata alatt megnézzük, hogy a kettő tank mit tud. Melyik a jobb, még a gyengébb, ilyenek. Hát a mai nap az meglehetősen gyengén muzsikál, azt kell mondanom nektek. Pedig én koncentrálok, tényleg koncentrálok, de lehet amúgy a filmodok hiánya, az komoly hátrány, ennek a kettő tanna jelenleg. Most ha belegondolok, akkor nyilván jobb a látótávolságom filmodokkal. Igazából mindenem jobb lenne filmodokkal. Szóval lehet, hogy az itt a probléma, hogy ugye még egyik közepes tankkal sem rendelkezem pullas filmot lehetőséggel. Na, nézzünk el a jobb oldalra, hölgyek urak. Nézzük meg, hogy jobb oldalt mit tudunk kezdeni a harcokkal. Legalább kéne egy 10-es tank mellém. Ajajaj, hát akkor erről ennyit. Akkor ennyit arról, hogy elmegyünk a jobb oldalra agresszívan támadni. Akkor tervmódosítás. Hát figyelj, ez az AHMTV nekünk amúgy ilyen tökéletes spotot képes nyújtani. Erre például a 430 nem lenne képes ilyen távolságból, ilyen pontosan eltalálni a célpontot. Ehhez 140 pontosságra van szükség. Mondom nekem, most ezekkel a tankokkal így lényegében 5 perces meccseim vannak. Egyszerűen nagyon pörög minden, nem tudom. Valamiért a mai napon az emberek nem akarnak más nyomni, csak W-t. Halihó. Valamiért úgy tűnik, hogy ma nem ismernek az emberek mást, csak a W-t. Nézd meg, hogy tolják neki. De komolyan nem lenne holnap. Úgy támadnak,
mint hogyha nem félnék a halált konkrétan. Amúgy valóban nem félik a halált, ez brutális. Ellenfél, nyugodtság van. Nyugodjon le mindenki. Nézd meg, hogy tolják. Talán egy bőrmatrek az... működhetne. Na várjál, valamit felszpottoltam. Skodát? Szerintem a Skodát. A vakon eltaláltuk. Na azt figyel, hogy bepussoltak. Ész nélkül csinálják konkrétan. Undorító. Valahol a közelben kell lennie annak a szellemnek. Az IS-3 nem lát engem. 53 TP van még, amit eddig nem vettünk észre, ami igazából lehet bárhol is. Amiről jelenleg nincs információnk. Ah, az IS-3 jól küldi neki. Rossz szellek. Hát ez az IS-3, az egy igazi sniper. Az IS-3 nem akart rajtunk megkegyelmezni. Szerencsém van, hogy a 60 TP egy gyáva játékos. Ez a ház nem rombolható, tehát ha rám akarna jönni a 60 TP, akkor a ház körül tudnék játszani. De igazából itt nem a matchmakinggel van gond, egyszerűen most tényleg azzal, hogy az ellenfél ebben a csatában ész nélkül tolta a W-t, azzal nem lehet igazából mi kezdeni. Ajaj. Para. Hogy oda trekkeltek. Oké. Ránk van kattanva a szella. Szerencsénk, nem igazán van DPM értéke a papának. Hát igen, ez az, amit például nem lehet játszani egy 430-val. Ez az a tempó, amit egy 430-val szerintem nem lehet megjátszani. De szerintem, ha itt ebben a csatában nem egy 150-nel vagyok, hanem egy 430-val, a lövések nagy része be sem megy, például a 430-as eltalálni egy 430-val, nagyon necces. CF farmolni a Temurúra híd alatt nagyon necces. A VGT-ban pedig ilyen szinten egy DPM-ből dolgozni. Nem tudom. Nem tűnik reálisnak egy 430-val. Jó, szia, fulladj meg, ciao ciao. Szóval, a mai napon nincs egy eredmény játékunk, mégpedig azért, mert holnap azért teszem azt, hogy lesz egy ilyen grandiózus eredmény játékunk, ugye lesz egy szponzorációs élőadás, elkerül egy ilyen mobil játékban, a Hero Wars-ban a level 10-et. Ugye nyilván a linkemen keresztül regisztrálva, és amennyiben eleggel eléritek, abban az esetben indítunk egy reményjátékot. Ilyen tervek vannak, hogy 50, level 10-nél van remény, 100-nál, meg 200-nál. Ilyen terveim vannak. Na. Először is játszunk valami biztonsági játékot középen. Megpróbáljuk formolgatni a célpontokat. Mit szóltok hozzá? Hát nem, a mai napon nagyon rosszak a csaták, fulladj meg konkrétan, 5 perces meccseim vannak. Szörnyű. De valóban elképesztően gyengusz a csata, vagy a csaták a mai napon.
sok esetben úgy érzem, hogy nem követtem el hibát, egyszerűen csak annyira rögtek a csaták, hogy nem igazán van időm mit tenni. Hát ez durva. Mindenki is középen harcol. Mi azon gondolkozom, hogy a város felől egy támadás az nem lenne működőképes vajon? Szia József. Hiba. Nyilván van egy TD a város szélének, jót kempelget a bokor mögött. Ouch, hát ezt... Miért? Miért kempelsz ott egy 230 BM-mel haver? Miért? Ugyan már! Ez zseniális! Leformol egy 8-as TD, oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Azt mondjátok, hogy nézzünk egy EU2-t, igazából megtehetjük, megnézhetjük, hogy mennyire működik a játék a 2-es szerveren. Szerintem csak szerencséje van, a jókor volt jó helyen. Kicsit hátrébb állok, megnézem, hogy milyen szinten lehetne farmolni a spottolt célpontokat az 1-es-2-esen. Nagyon kapja az áldást ez a Skoda. Hát igen. Öveg pontossággal azért vannak erőteljes problémák, úgy látom. Viszont tényleg rengeteg a camper tankja az ellenfélnek, szóval őket farmolgatni viszonylag könnyű, amúgy. Na várj, arra ki kell mozognunk. Ez a 4, ez a 200 repesszel előjük. Get wrecked boy. Bosszú. Édes bosszú. Nézd meg az ellenfél csapatnak a 2/3-a. Ott kempel bent. Szörnyű, undorító. Lepattantunk a AP-val. Track! Na jó, azt mondjátok, nézzünk egy 2-es szervert. Lehet, hogy segít.
Így lassan két óra szenvedés után lehet, hogy nem lenne hülyeség amúgy tényleg egy EU2-re átmenni, megnézni, hogy mi a helyzet, bár... Igazából a matchmaking az például ebben a körben nem volt olyan szörnyű. Meg amúgy tegnap én próbálgattam a játékot az EU2-n, de nem igazán működött. De mondjuk megnézhetjük mondjuk annyi, hogy még játszom egyet a 140-nel ezen a szerveren. Én úgy csak összehasonlításképpen már kettő óra alatt játszottam majdnem 20 csatát, ehhez tegnap kellett 3 óra. Szóval csak összehasonlításképpen mondom, hogy amihez tegnap kellett 3 óra, az most megvan 2 óra alatt. Tehát csak gondolj bele, hogy a mai napon másfélszer pörgősebbek a csatáim, mint tegnap. Szia, Gabi! Megnézzük, hogy középen tudok-e harcolni 140-nel. Egy kis szerencsével tudom majd spottolni az ellenséges támadókat 9-as nubuláson. Lehet, hogy most csak úgy vannak vele, hogy vége van a karácsonyi farmogatásnak, bejönnek TR10-be és akkor elköltik a zsetont. Simán lehet, hogy vannak, akik valóban így gondolkoznak. Én kinézem az emberekből. Hamar lőttem. Az a baj, hogy a grillétől féltem egy kicsit, de szerintem joggal. Egy jobban megnézem a dolgot. Én az EBR. Ah, de sokat hibázom egyébként. Azt hittem már, hogy el fogom visszelni a lövést. Ezek az LBR-ek idegesítőek, annyira idegesítőek. Nem baj. Legalább kapta az áldást. Ő túléli. De csak azért, mert egy LBR-rel játszik. Ennyi az oka. Ez a baj, hogy a grille miatt átfutni a nyílt terepen nem igazán kéne. Az esély még mindig megvan arra, hogy ott kempeljen fent a Leo. Be kellene menni amúgy a 60 TP mögé, innen tudnám farmolni szerintem. Az első néhány lövés az mindenképpen APCR. A későbbiekben mehet a hírlövedék is akár. Gondoltam, ott még esetleg haslemezén belőtő 60 TP. Na, mi az az LBR amúgy? Srácok, lőjük már ki, könyörgöm. Csapat, könyörgöm, szedjük már ki. E50, 10x10-es célpont. Az 60 TP kapja az áldást, úgy látom. Ami mázlia van, hogy nekem vagy a lövések nem jönnek össze rajta. Leo, mi a helyzet?
lehet kempelni, és ezzel kijátszik mindenkit. Hát igen, ez már csak ilyen. Jó van. Hát, jól van. Nem tudom, hogy hol lőtt el, nem is látom, hogy hol talált el. Ott, a kis pixelen. Az a pixel kirúgott, a EGP-z meg azt mondta, na, séf, én akkor most lőlek el téged, GG well played. Annyira érzem, hogy még egyszer el fog lőni és meg fogok halni. Nem tudom beütni. Meg EGP-zem, hogy a legkönnyebb célpont a világon. 140-nak és nem adja be a lövéseket a játék. Az ilyesét papíron halott. Meg amúgy is halott, jól van, király. Játék! Ne szívass már! Hadd lőjem már el! Aerózó heavy tankot. Kösz, hello! Amúgy vajon féljek attól a JGPZ-100-tól? Nem úgy kéne, hogy féljek tőle, hoppá. Nyílt repen Hero Wagon-tól. Könyörgöm játék, hadd találjam már el azt a nyomvat JGPZ-t. Játék! Könyörgöm, hadd lőjem el azt a JGPZ-t. Full HP-n lévő VZ-t elmed a másik oldalról. Még eléggé komoly. Mikor a Leónk nem tolná ilyen full defenzívben, akkor rá tudnánk menni arra a vézőfontosra, és DPM-ből ne tudnánk zabálni. Na ne! Na ne! Na ne! És a betart is engem akar ellőni. Az igen. Aj, na ne! Ne, de Leo, miért kell kirúzni most őszintén? Leo, miért toltad be a Hero Wagon-t ész nélkül, haver? Tölt, hát akkor viszont le kell farmolni, ameddig tölt. Akkor klik, 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 klik. Mindegy. Kiment, hát nem tudom, még a végjátékban egy ilyen 1000 sebzés, nem volt az olyan rossz. Ez a Leo egy nagyon különleges harcos volt. Na mindegy, nem tudom, ezek a csaták a mai napon komolyan mondom, hogy elképesztőek. Amúgy, nem tudom, maga a matchmaking itt az egyes szerveren nem olyan rossz, tehát például most is ugye volt lehetőségem a 140-nel harcolni. A 140 kezd elhúzni átlagsebzésben a 430 utól. De ez a kör, ez nagyon különleges volt. Ellenség vézéje 5000-et sebez, a miénk 154-et. Imádom. Na várjatok, mi lenne akkor, hogyha a Bob Jack-ten változtatnék 3D stílust? Lehet ez ennek a 430-nak egyébként anya volt a baja. Hogy nem ez a 3D style volt rajta. Ezzel gemmárkoltam le annak idején, lehet, hogy annyi volt a problémája, vagy nem ezt tettem rá, úgy érezte, hogy megcsoltam. Szia Levente, Halihuan Hire, hi hi.
Jó kis Erlenberg, baby. Amúgy azt hozzá kellett tennem, hogy mostanság az az érzése az embernek, hogy az 4.30-unak a kupoláját konkrétan bármi is átüti. Eléggé különös. Hát figyelj, takarító, meglátjuk. Lehet ennyi volt a probléma. Lehet ennyi volt a probléma, hogy nem ez a 3D Cyborg fent rajta. Ezzel a skinnel meg 10 gás karika, így van. Easy peasy, nem a squeeze baby. Nem elég magas? Ja, nem elég magas. Azért egynek elment az a lövés, azért nem is volt olyan rossz. Azt figyeld! Ma úszunk, AMX-em négyünk, holy moly. Hát ők a valódi gémerek. Igen. Segítség, kiált fel a Vézor fönötös, de közben mindenki csak örül annak, hogy nem ők lövik. Hát igen. A Vézi azt gondolta, hogy majd segítünk neki, de valójában minden körül a csapatból, hogy hurrá, nem engem lőnek, hanem valaki mást. Hát igen, az általában így szokott lenni. Nézzünk el jobb oldalra. A városban nem látom a lehetőséget, ott van ugye az ellenfélnek a TVP-je, EB-re, ki tudja, milyen tankja. Ami esetleg bennünk ugye képes ellőni a kastély környékéről. Megnézzük, hogy ezekkel a kempermedekkel szemben tehetünk-e bármit. Ugye ilyenkor szokták mondani az okos emberek, hogy de minek ment oda? De minek ment oda? Ez is annyira tipikus egyébként ebben a játékban. Megpróbálsz rendesen játszani a játékkal, kilőnek, rögtön jönnek az okos emberek, hogy de minek ment oda? Kritikus lövés, az jó. Az kellett. Arra szükség volt. A kritikus találatra. Na, hát akkor... Minusz egy spotter tank. Mi lenne, ha én lennék a spotter tank? Hello, Leo. Harminc szekig tölt a fos. Szóval... Lehet, hogy várni kéne, ameddig ugye újra tölt. Nem tudom, hogy vajon az EBR 105 milyen szinten mer rámozogni arra a sorokban kempegető Leo 1-esre. Van még valahol az ellenfélnél egyébként egy full HP-n lévő fel nem spottolt Badger. Aha. Ez egy jó pozíció volt, Leo. Az 10/10. Az 10/10, Leo. Az a pozíció az visz mindent. Mozgás közben. Hát... Előbb amúgy, mintha lett volna szögem erre a GV-re, csak beképzeltem biztos. Nem, ő még ugyanazzal fulladj meg. Ő még mindig ugyanaz a srác, aki az előző héten is itt volt. Kettő lövés volt, csak úgy mondom.
ketten is próbálkoztak. Hú, igazából repesszek kell lőni, de... Arra nincs idő. Hú, ott a Badger. Hello, baby! Recommend tank. Click! Pedig azt hittem, ez a lövés az eltalálja. Mi van, engem akar mindenki? Én vagyok a jó célpont, vagy mi van? Jó, hát EBR, te egy isten vagy. Nagyon szépen köszönöm, hogy felenkeltél nekünk egy Badgert. Oh! Jaj ne, Badger! Hogy játszasz ilyen rosszul? Nézd meg! A betölti közbeszólt. Az pozíció vézétől, az viszont egy pozíció. Holy moly. Ha? Ott a clicker. Úgy gyorsan kapta holt. Ajaj. Ajaj. Ajaj! Ez semmi spot, azt hiszem úgy. Jó. Na az viszont pozíció a vézétől, az viszont pozíció. Srác kimaxolja. Hello srác. Ajaj. Úgy láttam, hogy engem akar, én vagyok a célpont. Talán majd a Panzerwagen megszórja. Jó, Panzerwagen kapott egyet. Kapott kettőt, akkor viszont klik. Szeresd a testem, baby! Nem, hogy imádom, tehát én szétadom. Figyeljetek, ha Badgerrel, elnézést, Badgerrel toljátok, meg vézével, légy szíves, a városba, menjetek már be. Ez kettő tank tökéletes választás a városra. Badger tipikusan az a tankodász, mivel agresszívan be kell menni, és a városi részen a térképen szét kell kapni az NFL játékosait. A vézőrtmöltös pedig egy rendkívül agresszív tank, tehát azzal mész, lősz kettőt, van 1000 sebzésed, töltesz 20 szekig, megint lősz kettőt, van már 2000 sebzésed, és már boldogan halsz meg. Nem ilyen, semmi értelme egy vézőrtmöltös se bekempelni, de hátra TD pozícióba. Hát ő volt a Badger játékos. Á, de miért kempel be oda? Még ha, egyébként, ha sorokba bekempel, még annak is több az értelme. Mert hogyha egy ilyen Badgerrel bekempelsz a sorokba, kb. Ott, ahol Leo játszott, akkor legalább annyit adjálsz az egész statkával, hogy az ellenfél, hogy fogalmazzam meg, nem tudja ilyen könnyen megszerezni a térkép jobb szegmensét. Szia Levente, ciao ciao. Estét, estét neked! Bad girl. Na jó, nézzük az alaptaktikát. Az alaptaktika az kb. Abból áll, hogy mivel én tisztában vagyok azzal, az ellenfélnél vannak light tankok, olyan tankok, amik talán középre fel akarhatnak menni. Az első körben megnézzük, hogy ezek a tankok fel akarnak-e menni középre, és ha igen, akkor lehet lőni őket. Jó. Hello, BZ. Egy banzai tank. Mondjuk a vézőfenetessel baromi jó kérdés, hogy miért nem fel a srác. Csapat. Egyébként ez inkább szól arról szerintem, hogy mi vagyunk azok, akik szétlövik azokat, amik fel akarnak menni, nem pedig
vagyunk azok, akiket szétlőnek, mert fel akarunk menni. Ez korai lesz amúgy. 58 mutz. Ez korai. Halihol lőrinc. Szia Lilla. Na jó. Elég ennyi. Hát igen. A víz az konkrétan halott. A vízé is eléggé ramatyul néz ki. Nem tudom, miért akartak középre felmenni. Semmi értelme nem volt így ennek ebben a formában szerintem. Ami beadhatná a lövést arra a T-30-ra, nem azért. El sem találtam. Eddig ez menő. Ez a harc eddig 10/10. Jó kis kupola snipe-ok. Megint elmisszeltem. Mi van? Miért nem nehéz előni egy BZ-t? Ha? Á, Istenem. Jó, 15 hitlövedéken maradt. Nem biztos, hogy ennek a taktikának így ebben a formában van értelme. Ezzel lövek pajzsán keresztül penelem a T-30-at, mi? Ja, persze, egyértelmű. Nem, azért, mert ugye most az a Top of the Tree, nagyon sokan megszerezték szerintem, akik korábban nem. Ugye most kedvezményes három lehet vásárolni a tankot, ami ugye régi OP tank. Szinte nem tudják annyira, hogy kell játszani vele, vagy nem tudom. Szerintem egyébként kb. Ennyi az oka. Hát, ez érdekes volt. Elspammeltem egy csomó hírlövedéket a semmiért, tulajdonképpen. Olyan különös, hogy kb. A csapatomból senki nem akar játszani a játékkal, mindenki ilyen fura módon áll hozzá a kérdéshez. Várjál, mert amúgy szóltam, hogy a csomószor megpróbáltam így vakon ellőni, és egyszer sem találtam el. Adjál már békén, az eléggé durva. Hello, Szabolcs! Ne! Olyan hektikus a löveg, amúgy nyilván jobb lenne filmodokkal, de mi nem tartok ott, hogy fel tudjam tenni a filmodokat mondjuk a pontosság érdekében. Meg ugye hozzá kell tenni, hogy még ugye a filmodok azok közel sem fullosak a Bobjectemen, tehát az még szintén eléggé komoly hátrány, hogy nem elég mozgékony, meg ilyenek. De még ugye a filmodok azok nincsenek kifullozva ezen a közepes tankon. Az szintén eléggé komoly hátrány jelenleg számunkra. Nagyon rosszul állunk. De mint így HP-ban egyébként 2000-rel vezetünk, azt írja a játék, de amúgy szerintem nem állunk annyira jól. És a gond az lesz, hogy nincsen semmiféle map kontrollunk. Amit nem is értek annyira, de ez a helyzet. Egyszerűen nem rendelkezünk map kontrollal semmilyen szinten gyakorlatilag. Valamiért úgy érzem, hogy lenne értelme kihívni. Hagyjál már békén! Előtte kapáslövéssel a kupolát! Az igen. Lóról, nem baj, legalább eltaláltuk. Az igen. Az igen. Kapáslövéssel a kupolámat kapta el. Szerintem most ezekben az elmúlt néhány napban, vagy ezekben a napokban elképesztően pekkes vagyok, elképesztően rosszul jönnek ki a lépések. Nézzük, hogy tudjuk-e snipe-olni a 430 út.
Egyébként igen és nem. Azt figyelgettem, hogy az ellenfélem úgy most rendkívül sok tankot elveszített eléggé gyorsan. Azon nem csodálkozom annyira, hogy felszpottoltak abban, önmagában nem volt nagy meglepetés. De a kérdés inkább az, hogy lesz a szögem, hogy a 430 út ellőhessem. Egy. Kettő. Szeretném betámadni a kranyót, mert maximum egy lövedéke van. El is lőtte magát, és ki lehet végezni. Király. Amúgy szintem ettől hatékonyabban nem lettem volna képes kivégezni a kranyót. Nagyon szerencsésen 430-es amúgy. És hozzá kell tenni. Uha, na jó, most az a gondom, hogy én teljesen más sem vagyok, mint kb. Bárki más a csapatomból. Ami szóval meg tudok nézni egy támadást, ami azt jelenti középre. Hello László, köszönöm szépen. Van a tankok, amikkel szemben jobb, ha vigyázom, de összességében egész jól állok. Nem hiszem, hogy van értelme nézni azt a bézét hosszú távon. Legalábbis nem látom az értelmét jelenleg. Ú, pedig ha egy kicsit hamarabb reagáltam volna erre. Na mindegy. Szia Zoltán, ciao ciao. Hát igen, mondjuk ugye egy Leo egyel kifejezetten vigyázni kell, nehogy a Bézia találjon. Szóval Bézia elképesztően hatékony lehet ugye egy Leo-val szemben. Nyilvánvaló okok miatt. Megnézzük, hogy tehetek-e bármit a vízi ellen. Szerencsém volt. Na nem már! Jó, oké, és még mindig játékban vagyunk, ez a jó hír. Figyelj, az élőadásokat én minden nap 18 órától kezdem, szóval kicsivel több, mint 2 órányi kontentre maradtál a Zoltán. És ott van még ugye a Jadpanzer SS-as. A Jaga. Hát igen, agresszívan támadjuk. És hibázott. Az a lövés az olyan pekkes volt. Na, GG's! GG's! Jól van. Amúgy EGPZ 100-assal, ha ezen a mappon túljátok, akkor azt tudnám tanácsolni, hogy nekem pejtek be ide erre a pontra, mert szinte mennek nem igazán van értelme. Nagyon könnyen felspottolnak, és ha csak nincsen OP spotter tankod,
nem is igazán tudsz senkit ellőni, hanem én inkább azt tanácsolnám egy EGPZ 100-assal ezen a mappon, majd próbáljatok meg a város felé elmenni. A városban a EGPZ 100-as, mint egy nehéz tankot lehet használni. Na, 430-assal folytatjuk kb. 2 percen belül, rövid szünet, és utána pedig folytköv. Na, re-re! Közben látom a kérdés, lesz még folytatás a free-to-play fiúkról, igen. Ezen a hétvégén szombaton 18 órától, azzal a fiúkkal szombatonként tervezek játszani. Jó, nézzünk egy ilyet. Amúgy a 430 unál alapvetően nagyon megérné rámenni arra, hogy mozgás közben minél pontosabbak maradjunk, de inkább nézzük ezt a megoldást. Himmelzor, az tök menő. Nagyon haladunk amúgy. Ugye a terv az volt, mondom mindenkinek, hogy 10-10 karika mind a kettő tankkal, de nem tudom, a mai csak time elképesztően pörgősek voltak. Tegnap ilyen szépen lassan játszottunk a játékkal, ahhoz képest a mai nap az elképesztően pörgős. Na jó, nézzünk egy dombot. Rere, Szabolcs, rere. El az úrból, hogy békek. El az útból, pribékek! Milyen esetre az eléggé tetszik nekem, hogy elég agresszívan lehet játszani. Igen, lesz újra mírni, így van. De azt nem tudom, hogy pontosan milyen formában tér vissza. Van ez a videó, amit a Wargaming közzétett arról, hogy 2023-ban mégis milyen módosítások, frissítések várhatóak, és abban mondták azt, hogy lesz ismételten csak mírni, de ettől többet erről egyelőre nem tudni. Szóval én is kíváncsi vagyok, hogy pontosan mit tervezhetnek. Amúgy régebben hatalmas különbség, mert régebbi meg az új 430 U között amúgy szintem a különbség az hatalmas. Tudom, hogy bal oldalról támadhatnak engem, de hát el lehet lőni a sárt.
Okay. Ha megismételni, hát nem tudom, amúgy lehetséges, de lepattantunk róla, elintézték. Hm? Ajaj, a többiek azok így nem mernek feljönni. Az így gáz. Csapat! Ó, édes Istenem! Csapat! Könyörgöm! Ez mi? Csapat! Csapat! Hát ez szörnyű. Ez... nem akarom elhinni. Ezek most komolyan nem akartak feljönni a dombra egyáltalán, de miért? Ah, te jó ég. Hát jó. Hát jó. Ilyet sem láttam még. Ilyet sem láttam még, de legyen. Jól van. Jól van. Nem láttam még ilyet, tehát most meglepett lehetek őszintet. Ilyet még nem láttam, hogy felmegy öt tank a dombra, és megállnak, és nem mernek tovább jönni. Ilyet én még nem láttam egyszer sem. Ilyet én még ebben a játékban nem tapasztaltam. De ilyen tízes nehéz tankokkal, mint az ST2, érted? Nem mertek feljönni a dombra. Na, hagyjuk már. Meg az eléggé különös, hogy nincsen spotter tank a csatában, szinte egyáltalán. Hova akartak jönni ennyire? Mégis hova akartak jönni ennyire, ha? Na, még az eléggé komoly, hogy van gandepünk ez a pozícióhoz. Ez elég komoly. Kérdés az, hogy vajon az ellenféltől lesz-e, aki megmeri próbálni a sarkot. Lilla, a Mr. Chef.eu-n van egy ilyen gyakori kérdések szekció, azt olvasd el. Abban ki van térve, majd kitértem arra, kedvenc tank, kedvenc pálya, stb. Van ez a kis kettő csücsök, az MK2-esen, azt például el lehet lőni. Ha valaki nem tudta volna, mondjuk én eddig még egyszer sem találtam el. Ugye most alálőttem, de... de ahova célzok, és ami amúgy egy ilyen zöld pont, az ugye a gyenge pont. Ott lehetne ellőni, elviekben. Hát igen, a Kunce bajban van, mert vagy trédel a JGPZ-100-assal szemben, vagy nem trédel, akkor a többiek lőhetik. Ajaj, van támogatás JGPZ-100-asnak, ez mondjuk elég durva. Jó van. Nem vagyok benne biztos, hogy az a VK átgondolta, hogy mit csinál. Szerencséje van az MBT-nek. Hello, Arti. Az MBT érzi a cheese jót.
Amúgy illet volna Libertével, meg ezzel a VZ-vel időben reagálni a 757 lépésére. Valószínűleg ott fent, valahol a háttérben van egy Scorpio Jesus az ellenfél csapatában. Ó, oh. Az igen. Nem tudom, annyira ura, hogy nem mennek be a lövések. Konkrétan annak a G-Store-nak nem is igazán van védelme, nem is igazán van páncél védettsége ennek a G-Store-nak. Vagy lehetséges az, hogy nem tudom eltalálni. Van ott még valami más szerintem. Ki van csukva, hogy az a G-Sor felspottolt volna? Szerintem a Project Wall skin van valahol a nyílterepen. Én valamiért azt gondolnám. Azt jól láttam, hogy a 777 így betámadja Libertét, ha? A Wargaming, azt jól látom. Azt figyelj, Liberty agresszív ellentámadásba lendül, és kivégzi a 777-et. Mi a fene? De mindig van az ellenfélnél valami Mega Giga Camper 704-es. Amúgy, ja, valamiért én is úgy érzem, hogy ez a Project Torino. Nem hiszem, hogy bárki más felspottól hatott. Szerintem ez egy Projecto, valahogy a bokorsor környékén. Ugye megnézzük. Okay. A 704-es hol lehet? Az egy baromi jó kérdés. A VZ az most kitárazta magát. Papíron minden más tank pozícióját ismerjük. Csütörtökön 12-én indul. Az a baj, itt nem merek támadni. A VZ figyel, vagy bármilyen tank visszaállt, és a VZ előtt én felszpatolódok. Ez a VZ engem oldalra kicsinál. Megpróbálok ilyen 30-40-nel felcammogni a K0-ra, az a VZ velem simán végezni fog. Nem, ilyet nem lehet csinálni. Ráadásul van még full HP-n lévő kranyó az ellenfélnél. Mi a fene? Mármint az autóémet. Hát, beállításokban. Egyébként meg jobb klikk. Hát normál esetben a jobb klikk ezt megoldja. Ulápén lévő Udesz. Aja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 j
Semmi szert, ami. Unlucky. Na jó. Ez a csata fura. Amúgy végre valahára nem turbó meccsről beszélünk. Nem tudom, így ilyen 8 körül az emberek, mint hogyha nyugodtabbak lennének. Szia Attila. De például én tudom, hogy a 140 egy eléggé pontos tannak számít, viszont fülmodok nélkül a löveg nekem például jelenleg össze-vissza lő.
Az is eléggé fontos tényező, hogy esetleg nincsenek filmodok felszerelve, és azért a löveg ugye nem annyira pontos, mint amilyen lehetne alapesetben. Hát igen. Ez még így problémás lehet. Azon gondolkozom, hogy talán megpróbálnak így támadni, vagy valahogy bepróbálnak bemozogni az R-25-össel, kranyóval, tudom majd lőni őket. Illetve abban bízom, hogyha esetleg felspotolódik az a BZ, akkor ebből a pozícióból lesz lehetőségem rálőni, vagy ilyesmi. Talán még egy lövés. Hát, túl gyors. Túl gyors ez a kranyó. Nem úgy gondolom, hogy valaki megpróbálja megállítani, nem? Csapat. Csapattársak. Kramwagen. Valaki először, másodszor, sokadszor. Nem akarja lőni valaki a kranyót, srácok, ha? Mi történik itt? Várjatok. Elszörül, mert az ellenfélenleg ugye arra készül, hogy én 140-nel itt játszom, szóval elmegyünk ebből a pozícióból. Az jó volt. Némi ingyen sebzés. Talán a vézér intézi, ha? Vagy nem. Miért teljesít ilyen rosszul a csapatom? Mit gondoltak erről a kérdésről? Melyik az a része vajon ennek a csatának, ami nem megy? Nézzük, hogy a CC itt van még valahol a közelben, mit csinál az MBT, stb. Az MBT az brutál passzívan tolta. Ennyi biztos. P30-as előtte a spotton lévő vézét. Ez egy 10x10. Az MK2... Uha. Eléggé rosszabb a történet. Ha. Jól van. RNG megmentette az irhánkat. Helyes. Helyes. Nagyon helyes. Ajjaj, ez viszont nem jó hír egyáltalán. A 230 PM tudja farmolni, ha nem tévedek, ha nem csalnak szemeim. Annyira szerencsés. Annyira szerencsés, hogy még le is pattantam róla. Ha. Menő. Nagyon menő. Úgy leszem, hogy baromi 0 HP-s. Tehát igazából, ha arra rá tudnék menni, arra valahogy rá tudnék mozogni esetleg. Ha, ez is jó. Azon gondolkozom, hogy talán még van időm arra, hogy időben megszerezzem ezt a részt, és akkor talán a 704-es ellen valamit tehetnék. 140-nel hogy a 140-nel a mai napon összességében jobbak a csatáim, mint a 430-val.
Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 704 hogy gondolkozik, a tüzér esetleg itt van a környéken, stb. Először is megnézzük, hogy innen esetleg bárkit fel lehet-e spottolni. Aha. A objectet. Figyeljetek, rá kell mennünk erre a clickerre, valahogy el kell intézni, vagy legalábbis meg kell próbálni intézni. Nem hiszem, hogy az ellenfél képes bekeppelni amúgy. Megpróbáljuk kihívni a objectet, hát összejön. Nem, hogy nem hiszek benne, de ki tudja. Történt már csoda, nem de bár. Ne, elrontott a T-30! Ah, elrontott a T-30! Nem baj. Papíron ez így is megvan. Szerintem ezt nem tudjuk elveszíteni. Még talán az elfenetessel elbánni az 130 PM, és akkor ez a kör meg van nyerve. Pedig nem volt rossz egyáltalán. Jó kis hosszú karika volt. Szép sebzés, szép assziszt. Nem volt ezzel baj. Hát igen, a végén vagy egy kis high-ról, vagy hogyha a T-30 ellőtte volna a objectet, az mondjuk megmentette volna a napot, de volt ez rossz igazából így sem. Nekem egynek elment. Illetve nem tudom, figyeltétek-e, de baromi közel van a 100%. Egy OP kör kéne, és akkor vagyunk a 100% Gunmarkon. Hát igen, ami kb. Fél órával hamarabb belértük a 20 csatát, a 10-10 csatát kettő tankkal, mint terveztem. Persze. Elindul a 100%-ot, de elkezdesz rosszul teljesíteni, mondjuk benullázó vagy ilyesmi, akkor persze, akkor droppolgatsz, persze. Halihó Renáta, csecse. Persze, simán lehet droppolni. De sajnos ez így működik. Vagyis az nem is biztos, hogy annyira sajnos, de így működik, az biztos. Hogy ennek mégis mi az értelme? Nem tudom. Nyilván az, hogy szeretné a Wargaming elérni, hogy mindig egy aktuális százalékot mutasson a Gunmark. Megmutassa, hogy az adott tankkal mégis mennyire tudsz jól játszani. És nyilván nem adja meg a 100%-ot, hogyha elkezdesz mondjuk benullázgatni, mert akkor nyilván a teljesítményed már nem 100%-os. Amúgy az ilyen CV-nyeremény tankokkal játszó játékosokkal mindig vigyázni kell, mert általában mindig kicsit jobban játszanak, mint az átlag. Kapzsi, a Leo, nagyon kapzsi. Ennek a résznek amúgy annyi az értelme, hogy ki kell dönteni a fát bal oldalra, hogy innen ne spotoljanak be. És ha ezt így megtetted, akkor igazából te már jó vagy. Hát úgy látom, hogy eléggé passzívan elhozza ez a csatához kb. Mindenki. És valóban, amúgy jogos a ping, valóban úgy tűnik, hogy a part szakasz környékén nem igazán játszik senki tőlünk. Szóval teljes mértékben jogosan pingelgetnek. Próbálom tartani amúgy azért mögött a objectemet, nehogy a Carro úgy gondolja, hogy kitároz bennünket.
fájna a lelkemnek. Na, az viszont egy kicsit para. Viszont az zoom, mert az eléggé gáz lenne, hogyha az a 277-re intézni az FATD-t, meg a clickert, meg mindenkit. Szóval kénytelen vagyok kicsit visszaállni, aztán elkezdeni szórni a tankot. Az amúgy annyira balszerencsés lövés volt, ha lehet a külszinte veletek. Talán ha egy lövést felvennék ettől a Bobjack-től, utána az FATD már bemerne jönni. Mindenképpen az F-ét akarja ellőni. Ajáj. Okosabb, mint gondoltam. Jól van. Ő megvan. GG's. Amúgy ez a taktika, amit a 277 művelt, még akkor sem működik, hogyha valami top tankkal próbálkozol. De amikor bejöttem be a pozícióba valami OP tankkal, én voltam a top tier tank, elképesztő páncélzat, tűzerő, mozgékonyság, stb. Berohantak az ilyen kis 8-as tankok és rektelődtem, szóval ide betámadni, vagy itt betámadni az ellenfelet nem éri meg, eléggé rossz lépésnek számít. Hát figyelj, a badge, ami ugye így jár, az maga a Gunmark. Tehát az maga ez a jutalom, hogy van egy karika, vagy csillag, vagy valami a tankot csövén. Ami tény, hogy nem valami sok, de jelenleg ez minden, amit a Wargaming ad, ha gunmarkolod a tankerin urat. Én is úgy látom, hogy lenne értelme annak, hogy egy kicsit növeljék a nyereményeket, de hát egyelőre ennyit ad a Wargaming. Rengeteg a háttérben lévő Kemper TD az ellenfélnél. Ha kicsit tartok attól, hogy nagyon agresszív vagyok, akkor egyszerűen csak fogják és kirülnek egy lövésből, vagy ilyesmi. A Carrew-nak a lövege eléggé hektikus, össze-vissza lősz vele. Szóval a Carrew-ra ilyen szempontból hát vigyázni is kell vele, viszont arra számítani kell, főleg akkor, ha egy Carrew-val játsz, ez para így amúgy. Jó, van már nem kigyújtott. Hogy a Carrew az tényleg össze-vissza lő, igazából tényleg ahova a lövésznek kedve van, az a löveg oda lő. Eléggé fura az egész rendszer ennek a történetnek. Átfutunk még egyszer itt a toró előtt, mert úgysem számít arra, hogy megint megtámadjuk innen, ugye? Épeszű ember nem gondolna erre. Hát ez RNG. Hát most erre nem lehet mit mondani, ez sima, jól megszokott World of Tanks RNG-zus, ez minden. Amikor a játék azt mondja, hogy hiába van fullosan beszorozva egy tank, hanem bele a földbe. Az ellenfél instant rád lő és nyilván penetrál és eltáll és szétszed. Hát ez World of Tanks, baby. A baj. Tényleg rengeteg ilyen Kemper meggyel tankodászan az ellenfélnek. És ugye úgy tűnik, hogy jól állunk, de ha támadunk, akkor hát az FATD ellő egy full HP-n lévő tankunkat, és akkor már is nem állunk annyira OP-n. nem tudok kinézni, mert elő a Leo, vagy nem a Leo, hanem inkább a Grilla. Hát ez teljesen VTF amúgy. Elbuktam,
Kb. 1500 HP-ben próbáltam lőni valamit, és semmi nem jött össze. Szia Zsolt, közben ciao mindenki, aki mostanság érkezik, hi-hi. Hát figyeljetek, kicsit visszabeállok, mert úgy látom, hogy nem árt az óvatosság. Az, hogy amúgy a grillék innentől kezdődően engem kivégezhetnek egy lövéssel, ez egy brutális hátrány a számomra. Igazából nem tehetek mást, kicsit muszáj vagyok bekempelni és snipe-olni. Track az nem volt rossz amúgy. Tényleg kettő full HP-n lévő grilla az ellenfélnél, az nagyon komoly fegyvertény. Itt már amúgy csak a Leókkal szemben van lehetőségem túlni a lövést. A maximum az FVTD-vel szemben, hogyha mondjuk repesszellő, meg persze monotórótól még egyet papíron fel lehet venni. Amúgy a Projecto az még a mai napig egy tök menő tank szerintem. Én még mindig szeretek játszani vele. De tény, hogy már nem az a tank, amivel mondjuk egy rankedet megcsinálsz prémlőszer nélkül. Tehát most már oda kell vele figyelni, eléggé komoly mértékben. Amúgy én valamiért arra számítok, hogy a grillék megpróbálnak majd betámadni bennünket innen, a partról. Nem tudom miért, de én valamiért erre számítok. Nem adja be a játék. És nem adja be a játék. Eléggé passzív az ellenfél amúgy. De baromi jól állnak és konkrétan azt látom, hogy nem mernek támadni. Ha? Aha. Kettő full HP-n lévő grilla. Nem tudom miért, de én valamiért tényleg arra appellálok, hogy innen betámadnak bennünket. Én amúgy innen támadnék, ha grillével játszanék. És még mindig fentről tolják. Na ne! Nem tudok penetrálni egy Leo egyet, az igen. Lóról! Hát ezt hogy, ez nevetséges. Lepattanok a AP-val a Leo-ról, a következő lövéssel Lóról. 380, és nem tudom kivégezni 435 HP-ről. Hát az a csata, ez egy átkozottul balszerencsés kör volt. 340 hit lövedékkel, 268, azt hiszem normál lőszerrel, ugye megnézzük. Nem csak 250 körül van az AP-ben. 252, bocs, összekevertem a 140-nel. De gondolj bele, van az ellenfélnek 2 grilla, 15, 100% HP-n, és nem mertek támadni. Ez amúgy brutális, hogy az emberek néha mennyire kemperősen játsszák a játékot.
Fiatek, a mai napon a 4-30 vonat csaták azok nagyon balszerencsések. Pedig azt gondoltam, hogy a mai napon majd az eredményünk valami olyasmi lesz, hogy a 140 meg a 430 szú így erőszintet tekintve nagyjából egálban lesznek, de a 140 nekem sokkal jobban működik ebben a sessionben, mint a 430 szú. Hát igen. Ugye már tegnap is eléggé balszerencsés voltam az ilyes héttel. A mai napon, meg ugye... a 430 hasonló. Na, hát nem baj. Egyik spotter megvan. Igazából ez volt az egyik legfőbb kérdése ennek a taktikának, hogy vajon el tudom-e kapni ilyen megoldással a light-okat. Ez olyan bénalövés volt a részemről. Mindenképpen szeretnék amúgy megfontoltan támadni, meg úgy alapvetően megfontoltabban ténykedni. Semmiképpen sem szeretnék rárohanni az ellenfél rész nélkül. És jelenleg úgy érzem, hogy a szükségesnél agresszívabban előre menni. Ez kell egy öngyilkosság kísérlet ezen a ponton. Az a baj, hogy ez a bokor nem működik annyira hatékonyan. Az... csak én nem értem. Afkol. Valószínűleg afkol egyébként. Hello LT. Úgy gondolja, hogy ő jobb pozícióban van, mint én. Ez érdekes. Nagyjából minden tankspotton van, szóval... megpróbálkozunk azzal, hogy őket kihívjuk, megnézzük, hogy mennyire tudnak jól játszani a játékkal. Hát ez burn, baby burn. Hát az a baj, innentől viszont ez a boros kúra jó helyzetben van, és talán bosszus szomjas, szóval álljunk arrébb. Nem kéne meghalni egy borossal szemben. Így előttem őt ilyen durván, valószínűleg innentől kezdődően engem akar majd elkapni. Vagy legalábbis én azért gondolkoznék azon, hogy elkapom a tankot, ami oldalról, vagy hátulról hitlövedékkel kigyújtotta a tankomat. Az én fejemben azért hasonló az úgy megfordulna. És eléggé pörgős turbócsata, ahogy én látom. Miért csinálják az az emberek, hogy a Murovankán így bekempelnek? Nem először látom azt, hogy ennyire passzívan állnak hozzá a csatához, de ez igazából egy jó taktika, azért csinálják így, mert ez egy valóban hatékony taktika Murovankán, nem tudom elképzelni. 15-0-ra veszítenek ezzel a hozzáállással. Van Reaper kitett hover. Na már. Szóval misszeltem el. Próbált túlélni? Szerintem igen. Ah, jó, mindegy. Hát igen, 268 azért eléggé nehéz lőni. Azt én is elismerem, hogy nem a legegyszerűbb ugye azzal a meddel ellőni a támadókat, főleg amikor a dimbes dombos terep, nincsen gandepet, hátsó torny a tankod. Nem annyira könnyű, mint amilyennek tűnik.
15-2, 5 perc alatt. Ez az World of Tanks játékélmény 2023 BB. Yeah. Szép volt a bolcs, GG well played. Oh, ez a mai nap. Lehet, hogy volt én amúgy régebben is, hogy konkrétan egy csettintés és vége a körnek, de jó, valamivel a végi helyében megpróbálnám ezt megakadályozni. Ennyire gyors legyen minden kör. Nem tudom ezen amúgy mennyire gondolkoznak a Wargamingnél, hogy lehet, hogy valamit tenni kéne. Lehet ezek az 5 perces turbócsaták nem a legjobbak, ha? Vajon gondolkoznak ilyenben a Wargamingnél? Amit lehet tenni ez ellen? Korábban láttam azt ugye, hogy bevezették azt, hogy olyan tankok jönnek be, amiknek ugye 10-es tierben a DPM értéke nem 10/10. De például egy Eskonk DPM bestia, AMX 454 DPM bestia. Ezek a tankok berohannak, mindenkit szétkapnak. Amúgy érdemes, most nem akarok okoskodni vagy ilyesmi, de például ha ezzel vannak a bézék, amúgy vannak olyan tankok nem, amik ellen a bézék kevésbé hatékony. Most mondjak egy példát. Például szerintem egy Eskonk eléggé hatékony lehet egy bézével szemben, egy tippenem kéne. Üha. Amúgy a 113, az legutóbb nekem azért volt elképesztően ütős tank, mert annyival jobban tudott működni a lövege. A 430-val most jelenleg minden lövésen mellé megy, lepattan. Így fél évre becélzve a célpontot. Nincs az abból egyébként, hogy nem ilyen csak a tempóban kell menni a tankokkal, és van esélyed aktívan játszani. Az a baj, egy ennyire gyors csatában nem érted azt, hogy neked között van úgy valójában ezekhez a karikákhoz. Ennyi a gond vele. Szerettem, amikor a csata arról szól, hogy agresszívan lehet menni támadni, és a többi. Azt nem szerettem, hogy tényleg ilyen 5 perces csata. Többnél mit csinálsz, ha vereséget szenvedsz, akkor próbálsz 5 perc, amit többet csebezni. Győzes oldalról meg ugye az ellentét, győzes oldalról meg próbáld a W-t tolni neki, hogy lehetőleg legyen valami értelme is annak, hogy játszottál a játékkal. Nagyon megpróbálta. Egyébként, ha nem áll nekem így oldalasan, akkor nehéz dolgom van penetrálni. És szemtől szemben beállna, akkor nem igazán tudnék rajta fogást találni. Hát az... az is egy taktika, most erre igazából mit lehet mondani. Ez is egy taktika, hogy teljesen beállsz fel az ég mögé és meg sem mozdulsz, így van. Ez egy jó védő taktika, nem fogok hazudni. Na például itt van az, amiről beszélek, hogy nem azzal van a baj, hogy pörgős és hogy van idejű játszani meg ilyenek, hanem konkrétan arról beszélek, hogy már 3 perc eltelt, és nézd meg, hogy az ellenfél csak jön, és nincs időm konkrétan mit csinálni. Bízunk benne, hogy azzal a Panzerwagennel az RBR végezni fog. Hát ha.
Hát nem tudom, az elbérem úgy nagyon passzívra váltott. Ha ráment volna erre a Panzerwagenre, a Panzerwagen ellövi, de utána van esélye arra, hogy tudjon sebezni egyet. A vézés mi? Erről beszél, amúgy pont erről beszélek, hogy mennyire nincs már lehetősége az embernek mit tenni. Ez a murek az nem segít. Nyugi! Én egy ilyen horda. Nem tudsz mit tenni. Ezzel van a gondom, úgyhogy ezt kéne valahogy rendbe tenni. A 3 perc eltelt a csatából, maradt 5 tankunk, az ellenfél tolja neki 50-nel, 60-nal. Tudod, hogy kb. Másfél perc is már rajtad vannak. Ez a csata mennyi idő volt? 5 percig elhúztam vajon? 4 perc, 27 másodperc. És húztam, ameddig csak tudtam. Mondjuk lehet, most a 140 jött volna. Szóval igen, ez így ebben a formában. De most én valamiért úgy érzem, hogy ez nem a matchmaking problémája. Tehát én valamiért úgy érzem, hogy itt nem arról van szó, hogy a matchmaking az egy hulladék, hanem valahogy a játék mechanikájában keresném a hibát, én inkább személy szerint nem a matchmakingben. Nagyon jó a spawn pozícióm ahhoz, hogy egy 1-es-2-es támadást bepróbálhassak, szóval próbáljuk be. Szia Csaba, hej-háj! Hogy oda beérhető függetlenül bármilyen tank is. Jó. Dupla V4 próbál itt támadni, ez érdekes. Hát kerül mellőttem. Amúgy szerintem egész jól állunk. Mert itt azért ebben a körben nekem az a meglátásom, hogy elég jól csinálja a csapatból kb. Mindenki. Lenne értelme, csak mondom, itt a spawn pozíció volt 10x10, és az a baj, ha ide nem jövök el a meccs elején, akkor onnantól kezdődő nagyon nehéz megszerezni. Pedig, de van értelme a romatnál is játszani, de itt ebben a pozícióban a meccs elején. De itt nagyon jó volt a spawn pozíció, szerettem volna a 2-est megszerezni. Én úgy érzem, hogy Cliffen az, hogy a 2-es kontroll meglegyen, az rendkívül fontos. Tehát ha az megvan, az már fél siker. Ha figyeltétek a csatáimat a T-54-gel meg a 283-mal a napokban, ugye ilyen 8000 sebzés, pulmedás, stb. Van mind a kettőről videóm, ha nem láttátok, ha nézzétek meg. És nekem az a tapasztalatom, hogy azoknál a csatáknál az egyik kulcsfontosságú mozzanat az volt, hogy megszereztük az 1-es-2-est. Szóval szerintem az a rész a pályán rendkívül fontos. Hát jó. Na ne, és pont akkor, amikor eljöttem onnan.
mozgás közben egy OP klikkelés, nem hiszem, hogy összejön a szóra, inkább átváltunk hírt lövedékre. Nem tudtam átrelni, az menő. Az menő, engem akar előni amúgy. Hogy elment már mellőlem a V4? Uah! Baszki. Ott volt a támogatás mi, a V4, aztán sehol. Aztán meg sehol semmi. Kicsit zavar egyébként, ennyire nem akar lőni ez a tortoise semmire. Azt 57-tel ez a pálya amúgy necces lehet. Amúgy én nem tudom, attól függ, hogy top tier vagy nem top tier. Ha top tier, mármint úgy értem, vannak 8-as tankok, mondjuk lehet, hogy vannak lassabb tankok az ellenfélnél, és mondjuk én a T57-tel használok turbót, és ugye miért is ne használnék turbót, akkor nagyon valószínű, hogy megpróbálkoznék egy... Ha megpróbálkoznék azzal, hogy bemegyek ide, ha mondjuk full tier 10, vagy látom, hogy a tankom lassú, rossz a kezdő pozícióm, stb., akkor meg talán ide bejönnék. Oda be lehet állni a későbbiekben, lőni ezekre, illetve a T57-tel meglepróbálni azt is, akkor ide eljössz és innen játszol. Ez a pozíció, ami rendkívül hasznos ezen a térképen. Kicsit jobban bemozgunk. Azon gondolkozom, hogy vajon van-e lehetőség arra, hogy a dombra elmenjünk. Az a domb meg lenne, az nekünk egy hatalmas fegyvertény lehetne, az igazat megvolva. Hát a háttérben nyilván van még amúgy egy STRV 103B. Ugye a probléma ezzel a dombra menjünk fel taktikával, csupán annyi, hogy a Gundapen, ugye a 430-on igazán van meg, hoppa, megfulladt a full HP nélkül Leopard PTA, az mondjuk vicces. Amúgy valaki például nem csak hogy játszik a bottal, hanem rápróbál menni, vagy megpróbál rámenni a Garmarkokra, stb., akkor idegesítő az, amikor az ellenfél fog, és akkor a full HP lévő tankjával csak úgy megfullad, mert neki éppen ilyen kedve van. Hát azt kapta a Beta AP. Ott kell fent lennie amúgy valahol az STRV-nek. Lehetséges, hogy azért nem lő rá, mert éppen próbál helyezkedni, nehogy érted. Felszpottolják, és akkor szénnél lőhessük. De amúgy biztos, hogy ott van fent, szóval ez nem is kérdés. Ez 50B az egy fullas tár, most belenyomadt a tankokba. Kemény, nem semmi. Engem... Na, az viszont különös. Miért azért ritkán látni? Oda bekempelsz a sorokba egy STRV-vel. Azért az nem hétköznapi, vagy nem megszokott, ugye? Na, annak semmi értelme amúgy. Bár lehet, hogy amúgy fent játszottam úgy korábban, és akkor leesett, vagy ilyesmi, ezt elmisszeltem, nyilván. Hát ez akkor ez ennyi volt. Lehet, hogy ott fent játszott, csak ugye látta, hogy jönnek az egyes kettesről, leesett oda. Na mindegy. Amúgy ez egészen korrekt volt végre, valahára, a 430-val. Idegesítő volt, amikor azok a V4-ek, ja, pont elmentek előrém, és a Tortoise elkezdett engem DPM-ből zabálni. A Tortoise
az 50B, az egy néződ. Lehet. Ah, tényleg. Ő Kaltszerdám. Igen. Igaz. Észesen vettem. De amúgy tényleg ő egy néző. Így van. Húha, kettő kör, 140-nel. Holnap vagy a Kranwagennel játszunk, vagy pedig a PZ7-tel. Mondom mindenkinek, hogy ugye van a csatorna tagság, a Apprentice the Chef, ugye ez a 200 forintos alaptagság, Haru Ádám, az lehetővé teszi, hogy ugye egyrésztről taggá válj, nyilvánvalóan, illetve lehetővé teszi azt, hogy a Discord szerveren ilyen szavazásokon részt vehess, hogy éppen milyen tankkal játszak. Szóval azt érdemes megjátszani. Engem is támogatsz vele, plusz az alaptagságnak ilyen 200 forintért már majdnem minden lőnye megvan. Nyilván van kiegészítése nagyobb tagságokkal, de a sima alaptagság az már a legtöbb funkciót megadja, amire szükség lehet egy embernek itt YouTube-on. Megint megnézzük egyébként a jobb oldalt, agresszívan. Egy kis szerencsével, agresszív játékkal a 140-nel lehet kontrollálni az egész területét a térképnek. Még a Manticore-nak el kell rontania, tehát a Manticore-nak ott játszon, be kell jönnie valahogy ide középre. Ne! Löveg! Könyörgöm! Egy dolgunk van. Hát ezt nem hiszem el. Mennyire nehéz ellőni egy FTT-t 140. Könyörgöm. 92 spot assist. Holy moly. Ajjajjajj. Egy millió százalékot vannak ilyen Kemper TD-k. Amúgy Panzerwagen részéről nem értem annyira, hogy miért itt játszik. Itt kéne játszom valahol. Hát ez egy nagyon bátor lépés a részemről, nem fogok hazudni. Mondjuk, nem tudom, én azt gondolom, hogy amúgy egy a Manticore-nak itt kell lennie. Ami most őszintén... Azért pingeli a TVP, mert hogy valami van az L0-ában, de mi? Ez a baj, nem merek annyira kinézni. Egy EGPZ van ott. STRV... Jajjaj, az STRV az problémás lehet, nem tudom, mire tudják a többiek ellőni. Az nagyon menő volt. Hát igen, Jagaz para. Igen, le van gammarkolva. Le van gammarkolva az FPTD, szerencsére. Na ez igaz. Ez igaz. Nem tud a TVP jobban feljönni. A Manticore pedig ugye képes ellőni bennünket. Mindegy, elveszünk egy kérdővés a Leótól, meg a Centurion-tól. Vagy talán még ez sem szükséges, oké? Okay. Nem muszáj nekem hogy hittel lőnöm arra a vézére, sőt lehet jobban tenném, ha inkább a PCR-rel lőnék. Az ott egy roncs. FVTD roncs amögött játszik, nem? Vagy bement a... bement a gyárhoz. Mi a f... Ja nem, csak van ott ugye ez a törmelék és akkor a mögött játszik, jó mindegy, ez is egy okos megoldás részéről. Szóval ja, a Manticore ott van, és támogatja egy... Jaga, szóval nem nagyon tudok ott mit tenni.
Úgy tényleg, hölgyek urak, filmajánló. Egy botrány anatómiája. Nagyon király film. Sorozat. Valakinek bejönnek az ilyen lassabb, ilyen gondolkozósabb, érettebb sorozatok. Egy botrány anatómiája, 10/10. Ajánlom mindenkinek. Hogy nézzétek meg. Nagyon rám van kattanva a Leo, meg a Manticore, meg mindenki. Ó, ez a bőségzavara. YOLO! Hát ezek engem akartak. Itt nem volt menekvés. Nem, itt aki élt és mozgott, úgy érezte, hogy engem el kell intézni. Hát ez szép volt. Szia Melinda. Nem sokáig amúgy. Tervezett még játszani egy csatát a 140-nel, és akkor szerintem nekem már elegendő volt. De az a kérdés, hogy hol van az E4-es? Az E4-es nem is láttuk. Pedig itt van valahol a közelben. Itt kell lennie valahol a közelben. Netflix, azt hiszem. Nem 100% amúgy, de szerintem Netflix a sorozat. Nagyon komoly a téma, nagyon jók a szereplők, és nagyon menő a kamerakezelés, meg az egész koncepció, a látványvilág nagyon jól meg van csinálva. Amúgy ez a kör nagyon fura. Nem tudom, hogy a Manticore-t hogy nem tudja senki ellőni, de az a Manticore lényegében hülyét csinál az egész csapatunkból. Meg ott van még ugye a tüzér az A1-ben, ugye ő sem intézték el. Ez egy lassabb kör, mert mehetünk a D-re 4.30-val. Most meg kell várni, ameddig levadásszák a Manticore-t, meg ilyenek, menjünk egyet addig a 4.30-val. Szia László, halló mindenki. Aki most érkezik. Fjords. Na jó, nézzünk egy agresszív taktikát. Amúgy a 430-val az alternatív konfigunk egy olyan taktikához, mint amit én most tervezek megjátszani, AP booster lenne. Lekerülni nem fog a Gunmark. Viszont a 100%-ot el lehet veszíteni, amennyiben rosszul játszol. De maga ez a 65%-os, 85%-os és 95%-os Gunmark, ami a tank csövére rákerül, az már ott marad. Onnantól ez rajta van, játszhatsz akár ilyen nulla átlaggal is, az mindenképpen rajta marad. A Dark Souls streamek. Amúgy, ugye annak van egy külön csatornája, a Chef Souls csatorna. És nem adtam fel, meg semmi ilyesmi, csak előző hétvégén volt ugye World of Tanks kínai világbajnokság. Ezen a hétvégén is lehet, hogy lesz ilyen esemény. Illetve jövő hétvégén ugye lesz a World 7 bajnokság, és ugye azt fogom streamelni. De amúgy még mindig tervezem, még mindig fogom csinálni, vagy még mindig szeretném csinálni ugye a csatornát. Csak egyszerűen ugye most a voton belül ilyen szempontból rengeteg a content, meg a lehetőség. Ha egy kicsit várok, akkor onnan a T-54-et tudják majd a többiek lőni. Lehet overmatchelni a páncézatát, csak úgy mondom, ha valaki nem tudná. A T-54-essel side-olni nem túl célszerű. Ha mindenképpen így akarsz játszani egy T-54-re, akkor vagy a frontot tolt ki, hát ha lőnek rá, és akkor hibázik az ellenfél, vagy ilyesmi. Nem merem betámadni őket. Például attól, hogy nagyon sokan kempelnek ott olyan OP tankokkal. Jó. Ez mondjuk így... What the fuck? Stokkos. Stokkos tankról beszélünk. Fura, hogy nem lövik el, pedig... hello. Rengeteg tankunk van olyan pozícióban, lőhetnék a TVP-t, lőhetnék az összes tankot.
Na, TVP először, másodszor, harmadszor valaki, köszöntöm. Amúgy nincsen semmiféle kontrollunk a H5-nél, lehet, hogy hamarosan hátulról megindítják a támadást az ellenséges járművek. Van rá némi esély. Szépen lassan hátulról ránk jönnek. Ami ez a betonkamp taktika, ami nagyon sokan tolnak, főként rájuk gondolnék, ez eléggé különös. Maradjunk annyiban, hogy nem megszokott ezen a mappon. Ez a gigakamp taktika. Szóval ja, van most tervben amúgy content a DS csatornára. És mondom, most a VOT-on belül annyi esemény van, egyszerűen nincs rá időm. Type-öt, tehát tényleg ott kempel a Type-ötössel. Hát mondjuk az nem semmi. Az nekem fel sem tűnt, de valóban egy Type-ötös is ott kempelget. Hát ő kapta halt, nem volt egy bölcs döntés ott megindulni, közben Pilsen térképen nyertünk, ami nem meglepő, csak 4 percen keresztül kergették a tankot, ami azért eléggé vicces. Az a baj, nem pont nincsen szögem arra az M5-re. Valahogy így a torony alsó lemezén eltaláltam, beütöttem, nem is volt rossz. Nem tudom, AP-val vagy beütöm, vagy nem ütöm be. Hitlövedékkel meg felel ezzel lehet ráállni, akkor mennyivel hittel lövök rá. Amúgy ebből a pozícióból kicsit megindulok, ez mindig a Centurion amúgy. Ne, miért rekkeltem le? Talán javít, és akkor még ugye a spot assist jár érte. Ne, javíts már egyet, könyörgöm, Centurion. Javíts egyet, kell a spot assist. Jó van. Örülök annak, hogy támadnak a bettel meg a KPZ-vel. Ez a pozíció, én vagyok, remek arra, hogy betámadják őket, akkor innen lehet őket hátulról bontogatni. Ebből a szempontból ez egy 10/10-es pozíció, csak ugye a löveg az elég pontos. Na, akkor tényleg mondom, na, én mondtam nektek, hogy Kyrie ugye John Connor apja volt. Én mondtam nektek, hogy van ebben valami. Ilyen Terminátor beütés. Platoon-bomban. Az M5 jóval az E3, ami azt jelenti, hogy innentől kezdődően az E3 szólóban tolja. Hülyeség vajon? Ez a repesz. Ami valószínűleg hülyeség. Uha. Kis ágyúval operáló type. Ez így ebben a formában. Easy as baby's life. Előtte magát, ugye? Jól hallottam. Legalább még egy lövés erre. TD-re. Utána pedig igazából marad nekünk a 430-szú. Szép volt konferor. Marad 430-szú, meg marad ugye maga az STRV-103B. Nem biztos, hogy annyira megérni rájuk menni. Eléggé érdekes statikát alkalmaznak, nem fogok hazudni. Oké. Okay. Na ne, az STRV duplán előtt, az kemény. Az nagyon kemény, az nagyon kemény. Duplán előtt az STRV. Még így is előtt pedig, hogy ugye a 430 mögött voltam. A csapat az nagyon beállt kempelésre, pedig a type az... Amúgy figyeljetek, ha itt van egy STRV 103B, vagy bármilyen TD, vagy bármilyen tank, ami a végjátékban itt próbál meg lekempeni benneteket. Itt, ezen a ponton át lehet menni,
a víznél, és szeret lőni a támadó tankot, a védő tankot hátulról. Ez egy remek megoldás. Van egy olyan tankot, ami például ebben a körben a PTA, vagy pedig a Type. Akkor nyugodtan lehet olyat csinálni. Itt a vizen átmentek, és innen betámadjátok ketten az STRV-103B-t. Rendkívül király megoldás. És biztonságos, tehát nem is igazán fog felszpotolni semmit téged, mert rá lehet menni arra a TD-re. De mindegy, szinten megoldják, mert rengeteg HP-nk van. Szóval nézzünk addig egy csatát a 140-nel. Tier 10-ben? Szerintem a CV tankok közül a Chiffy, a VK 907 talán. Meg olyan tankok, amiket még nem vásároltam meg. Osbé például, szia Bálint. Jó kis Ensk. Igen, amúgy a 140-nel olyan térképeken, mint például Ensk, ugye az alternatív loadoutunk az lenne, hogy HP töltés V-stab. Na jó, viszont tényleg utolsó kör. Nem fog kijönni amúgy a matek. Szerintem egyel vagy kettővel több meccsem lesz a 430-val, mint a 140-nel, de egyszerűen nem tudom tovább húzni az időt, szóval ennyi az annyi. Irány a jobb oldal. Elég késő van, nem hiszem, hogy belefér még egy csata. Amúgy eléggé gyorsan lehozták a többiek. Én azt gondoltam, hogy majd elhúzzák az időt, és egy viszonylag lassú karika lesz, de ez így alakult. A webcamnál az ugye a szabszám. Jelenleg van 131 tag Sheffieldben. Legalábbis itt a YouTube-on. Zsolt, magyar gamer. Kicsit gyorsabban betölt, mint én. Viszont alapvetően rosszabb pozícióban van. Szóval neki, amennyiben ott akar játszani, nagyon meg kell fontolnia a lépéseit. Hát. Amúgy ez egy nagyon hatékony pozíció, most én játszom. Nagyon kevesen próbálnak meg itt támadni, meg itt ténykedni, ha most én vagyok. De nagyon jó pozíció, illetve látjátok, hogy árkád nézetben szélzom a tankot felezét mögött. Ilyen módszerrel nagyon könnyű elülni bárkit. De valaki szenved azzal, hogy felezét mögött lévő tankot nem igazán tudja rendesen eltalálni. Ez a megoldás, amit most ugye bemutattam nektek. Egy remek megoldás ilyen helyzetben. Legalábbis nekem így rendkívül jól működik. Gondoltam, hogy leromboljuk a fedezéket a PTA előtt. Lehet, hogy jobban teszem, egyszerűen csak szétlőjük. Jól van, tudom, ott az arti, de csak a PTA, nem tudom előn a PTA-t, jó, mindegy, akkor rámegyünk a klikkerekre, meg a 430-ra. Nem tudom, hogy pattantam le róla. Milyen sok védő tanka rendelkezik az ellenfél. Persze, ha érzed, hogy a célpontok, nem muszáj árkádban rálőni. Az előbb példa, ugye tök jól előttem a tankot, ilyen sima normál sniper nézetben. Na gyere. Na már! Amúgy papír form alapján itt előnyben vagyok.
De mindjárt meglátjuk, hogy ez a gyakorlatban mennyire működőképes terv. Előttem van az ilyesetes, egy kicsit várok. Na mindegy. Az RNG Jesus nem akarja az igazat. Hát lehet, hogy trekkel többre mentem volna, most már mindegy. Szóval ja, ez egy menő pozíció, szajnálom mindenkinek. Ez egy ilyen kis Helldown pozíció, a végjátékban olyan könnyű farmolni az ellenfelet. Ebből a pozícióból. És hát úgy láttam, most a 140-nel nem lehet itt átmenni, de amúgy általában itt át lehet menni. Itt a vagonok között. Na mindegy. 140-nál lehet, hogy nem működik. Szia Victoria. Hát figyelj, én megmutatom neked ennek a körnek az eredményét, ha vége ennek a karikának. Miért is ne? Illetve eléggé pontos ez a 140 mozgás közben, csak valamiért nem akarja beadni az ilyesetet. Jó, egy. Kicsit sréhen mozgunk, hát ha elrontja a lövését, ki fog gyújtani. Ha, jó, hibázott, toljuk neki. Jó, nem tudom nektek, ki fog gyújtani. Miután előtték az üzemanyag tartályát a tankotoknak, javítsátok meg különben az ellenfél következő lövéssel egy új beneteket. És igen, meg vagyunk a 100%-kal ismételten csak. Jól van, ez egy király zárása ennek az élőadásnak. Volt benne valamilyen szintű tanulság, 100%-os Genmark, 140-nel. Nézzük meg gyorsan. Hát akkor először is ugye ennek a csatának az eredményét. Ugye ilyen 6000 kombinált környéke, 5400 sebzés. Jó kis turbó csata enszken, semmi különleges. Itt pedig Fjordson szintén agresszív taktika a 430-val. 9000 kombinált. Egész menő. Összességében nem lett annyira kiemelkedő ez a mai nap. Közel 4K kombinált, a 140-nel egynek elmegy szerintem. A 430-val ez a 3300 nagyon kevés. Én azt gondolom, hogy mind a kettő tankkal szerintem egy ilyen 10-20%-ot önmagában az javítana, hogyha ugye a fullas filmurokkal tudnék játszani, pontosabb löveggel, gyorsabban tolatva, nagyobb végsebességgel talán, bár ugye ez nem annyira biztos, lehet, hogy jobban járnék a... Nem, jobban járnék a végsebességgel, itt pedig az, hogy nehezebben trekkelhetnek, az szintén előnynek számít. Szóval mondom, itt ezzel a kettő tankkal amúgy lenne még lehetőség. Tényleg pontosabb löveg, jobb tolatási idő, ez a... hát igazából lehet, hogy megérné rámenet célzási időre. Itt pedig talán a látótávolságra, meg a szórásra. De nehéz megítélni. Mindegy, szóval az a lényeg, hogy mind a kettő tankkal lenne még lehetőségem javítani, ha filmodok ugye fullosak lennének. Így azért kicsit neccesebb volt. De mondom, 27 csata, a mai napon rengeteg ilyen turbókörön volt. 27 csatát általában ilyen 4 óra játékkal érek el. Most meg mondom, mindig az volt, hogy mondjuk elérek 20 csatát 3 óra játékkal, a 20-at elértem már ilyen 2 óra 30 perc játékkal. A mai napon rendkívül sok turbó mérkőzésem volt. A 140 jelenleg szintén van működik. Én úgy érzem, a 140-nel ebben a metában könnyebb ténykedni. Szóval 430 versus 140, 140. A 140 egész egyszerűen erősebb, jobban működik, hatékonyabb. Én jobban élvezem a játékot ezzel a meddel, mint a másikkal. Na, jól van, hölgyek urak. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmeteket, nagyon szépen köszönöm a supportot, a kedveléseket, meg úgy unblock mindent. Bízom benne, tetszett nektek. Nem tudok beszélni.
előről. Szóval nagyon szépen köszönök mindent, bízom benne, hogy tetszett nektek az élő adás, és holnap folyt körülbelül 18 órától, vagy a PZ 7-tel játszunk, vagy pedig a Kramwagennel. Ezt a tagok a Discordon megszavazzák, és hát ez minden, és akkor holnap folyt köv, a kezdés pedig 18 óra, addig is pedig ciao, sziasztok, játsszak át, bye. Rory, a free-to-play neve az Mr. Chef, alsóvonás F2P. Na, bye, jó ét, ciao.